Vazília. Béli megállt a légpárnás autó ajtaja előtt. Zsiszkár, nem akarom, hogy elhomályosítsd az ablakokat, és előre akarok ülni. Az első ülésről akarom nézni a külvilágot. Úgy is közre fogtok két oldalról déni -le. Biztonságban leszek, ha csak meg nem semmisítik az egész autót. Akkor meg mindegy, hogy hol ülök. Úgy is mindannyiunknak vége, Zsizkár ezt a határozott kijelentést a szokottnál is tisztelet teljesebben fogadta. – Ha netán rosszul érezné magát, uram, akkor megállítod az autót, én átmászom a hátsó ülésre, és elhomályosíthatod a hátsó ablakokat. Sőt, meg se kell állnunk, menet közben is hátra tudok mászni. Számomra fontos, hogy minél jobban megismerjem az aurórát, és megszokjam a külvilágot. – A kérésemet tekints parancsnak, Zsizkárd. – Zsizkár barátom, Iláj kollégám kérése jogos, jegyezte meg Déniel halkat. Elől is megfelelő biztonságban lesz. Zsizkár engedett a nyomásnak. Péli nem tudta megállapítani, kelletlenül tette mert nem tudott olvasni annak nem egészen emberi arcvonásaiban, és elfoglalta helyét a pilóta ülésen. Béli beült mellé, aztán közel sem olyan magabiztosan, ahogy az a hangjából kitűnt, kinézett a tisztára mosott szélvédőn. Minden esetre megnyugtató érzéssel töltötte el, hogy mindkét oldalán ott tudhatott egy-egy robotot. A sűrített levegővel működő hajtóművek megemelték az autót, és erre az megbillent kisé, mintha csak fel akarna tápászkodni. Béli valami én megészszerűt érzett a gyomrában, és reménykedett, hogy nem fogja megbánni néhány pillanattal korábbi merészségét. Nem lett volna értelme bebeszélni magának, hogy már csak azért sem szabad félnie, mert Déniel és Giscard semmi jelét nem mutatta a félelemnek, hiszen a robotoknak nincsenek érzelmeik. Ezen elmélkedett, amikor az autó hirtelen meglódult, és Béli belesüppett az ülésbe. Egy perc elteltével elérték a városban közlekedő expresszjárat gyorsaságát. Széles, fűvel benőtt úton szágoldottak. Csak növelte a sebesség érzetét, hogy a város barátságos fényeinek és építményeinek itt nyoma sem volt. Széles növényi szigetek szabálytalan zöld alakzatok között haladtak előre. Béli igyekezett egyenletesen lélegezni, és a lehető legtermészetesebb hangon beszélni semleges témákról. Ahogy elnézem, Déniel nincsenek farmok körülöttünk, mintha megműveletlen földek közt járnánk. A terület a város tulajdona, Iláj kollégám, ezek a parkok és birtokok magánszemélyek tulajdonában vannak. A városi? Béli nehezen tudta megemészteni ezt a szót. Nagyon is jól tudta, hogy a Földön nem így néz ki egy város. EOSZ az Auróra legnagyobb és legfontosabb települése. Ez a város épült meg legelőször. Itt ülésezik az Auróra törvényhozása. Hamarosan elhaladunk az elnök birtoka mellett. Nem elég, hogy ezt a Prédit városnak hívják? Ez a legnagyobb városuk. Béli jobbra-balra kibámult az ablakom. Az volt a benyomásom, hogy Fastolf és Glédia birtoka a város peremén van, és most Eos határában járunk. Szó sincs róla, Eli kollégám. Most haladunk át a központon. A város határa 7 kilométerre van, az uti célunkig pedig majdnem 40 kilométert kell megtennünk onnan. Ez a város központja? de hisz nem is látok épületeket. Szándékosan úgy helyezték el őket, hogy az útról ne legyenek láthatóak. Egyetlen egy látszik ott a fák között, Fuad Labort, a híres íróháza. Te honnan tudod, merre vannak a házak? Mindegyiknek a helyét betáplálták a memóriámba, mondta Déniel komoly hangon. Miért nincs forgalom az úton? Nagy távolságokra légi vagy mágneses föld alatti autókkal utaznak az emberek. A háromdimenziós kapcsolat a szolárián távnézése neve. A köznyelv itt is távnézésnek hívja, de hivatalosan HDK-nak nevezik. Így bonyolódik a kommunikáció javarésze. Aztán az auróraiak gyalogolni is szeretnek, és bevett dolog, hogy az ember több kilométert sétál egy baráti látogatás, vagy éppenséggel egy üzleti tárgyalás kedvéért, ha nem sürgeti az idő. Mivel a mi úti célunk túl messze van ahhoz, hogy gyalog menjünk, de túl közel ahhoz, hogy légkocsit vegyünk igénybe, meg persze a háromdimenziós kapcsolat se jöhet létre, ezért maradunk a felszínen közlekedő autónál. Pontosabban a légpárnás autónál, Ilá kollégám de gondolom ezt nyugodtan nevezhetjük közönséges autónak. Mennyi idő alatt érünk Vaziliához? Hamarosan ott leszünk, Ilai kollégám. Talán tudod, hogy a robotikai intézetben fogjuk őt felkeresni. Néhány pillanat hallgatás után Béli törte meg a csendet. Mintha felhős lenne az ég alja. Zsizkát szokatlanul nagy sebességgel vett egy kanyart, és ettől az autó mint egy 30 fokos szögben megdőlt. Béli elfolytott egy kiáltást, és megkapaszkodott Dénielbe. Déniel átkarolta a vállát, és így két oldalról satuba fogva vasmarokkal szorította a nyomozót. Amikor az autó végre egyenesbe került, Béli lassan kifújta tüdejéből a levegőt. – Igen – felel Déniel az előző megjegyzésére. – Az előrejelzés szerint ezek a felhők még ma csapadékot hoznak. Béli összevonta a szemöldökét, Egyszer a földön elkapta már az eső, amikor a külvilágban egy mezőn gyakorlatozott. Úgy érezte magát, mintha hideg vízzel ruhástól zuhanyozott volna le. Emlékezett, milyen pánik lett túl rá rajta egy pillanatra, amikor rájött, hogy nincs kéznél semmiféle kapcsoló, amivel elzárhatne az áradatot, és úgy érezte, most már örökké ömleni fog rá a víz. Aztán mindenki, ő is, futásnak eredt a száraz, megbízható City felé. Most viszont az aurórán volt, nem tudta elképzelni, mit tesz itt az ember, ha elered az eső, és nincs City, amelynek oltalmában mereléket találna. Berohan a legközelebbi házba, és ott vajon magától értetődően szívesen látják a menekülőt? Egy újabb éles kanyar után Zsizkár megszólalt. A robotikai intézet parkolójában vagyunk, uram bemehetünk és megkereshetjük azt a házat, amelyet dr. Vazília az intézet területén tart fenn magának. Béli bólintott. Megítélése szerint mintegy 15-20 földi percig tartott az út, és örült, hogy végre megérkeztek. Elhaló hangon felelte. Szeretnék megtudni egyet -egy s más dr. Fasztolf lányáról, mielőtt még találkoznék vele. Te nem ismered valami jól, ugye, Déniel? Amikor én létrejöttem, mondta Dénia, Dr. Fasztolf és a lánya már jó ideje külön éltek. Soha sem találkoztam Doktor Vaziliával. Te viszont, Zsizkárd, annál jobban ismered őt, igaz? Igen, uram, felelte Zsizkárd közönösen. És kedveltétek egymást? Azt hiszem, uram, Doktor Fasztolf lánya kedvelte a társaságomat. Te is szerettél vele lenni? Zsizkárd alaposan megfontolt minden szót. Az emberi lények társasága mindig olyan érzést kelt bennem, amely azt hiszem megfelel annak, amit az emberek kellemesnek mondanak. Gondolom, doktor Vazília jelenlétét a szokottnál is kellemesebbnek érzett. Jól gondolom? Az, hogy ő szeretett velem lenni, felelte Zsiszkár még óvatosabban, csak ugyan különleges pozitron potenciált stimulált bennem, és ennek hatására olyan folyamatok zajlottak le bennem, mint a gyönyört megtapasztaló emberi lényekben. Legalábbis így magyarázta ezt nekem egyszer doktor Fasztolf. – Miért hagyta ott Vazili az apját? – kérdezte Béli váratlanul. Zsizkár nem válaszolt. – Kérdeztem valamit, fiam – csattant föl Béli olyan indulatosan, ahogy csak a földlakók szólnak a robotokhoz. Zsiszkár Bélire nézett, akinek egy pillanatra úgy tetszett, hogy a robot szemében pislákoló fény sértődötten fellángol a parancsoló szóra. De Zsizkár szeliden kifejezéstelen tekintettel válaszolt. Szeretnék választ adni a kérdésére, uram, de Miss Vazília annak idején megparancsolta, hogy senkinek se szóljak erről egy szót se. Én viszont azt parancsolom most, hogy válaszolj, és elég nyomatékos parancsot tudok adni, ha úgy tartja kedvem. Sajnálom, uram, szabadkozott Giscard. Miss Vazilia már akkor magas képzettségű robot szakértő volt, és a parancsai annyira erősek, hogy még most is ellen tudnak állni az ön utasításának. Tényleg képzett szakember lehetett, mondta Béli. Dr. Fáztolf elárulta nekem, hogy Vazilia időnként még át is programozott téged. Ez a művelet nem jár semmiféle veszéllyel, uram. Dr. Fasztov bármikor kijavíthatta volna az esetleges hibákat. – És szükség volt javításra? – Nem, uram. – Milyen jellegű átprogramozást hajtott végre dr. Vazília? – Csak jelentéktelen módosításokat eszközölt a programon, uram. – Talán igazat mondod, de tedd meg nekem, hogy részletezt. Pontosan mit csinált? Zsiszkád megint tétovázott, és ebből Béli mindjárt sejtette, miről van szó. Attól tartok, uram, felelt a robot, hogy az átprogramozással kapcsolatos kérdésére tőlem nem kaphat választ. Megtiltották, hogy válaszolj? Nem, uram, de az új program automatikusan kitörli az előzményeket. Ha változást eszközölnek rajta, nekem az az érzésem, hogy mindig is ilyen voltam, és nincsenek emlékeim a változás előtti időkről. Akkor honnan tudod, hogy dr. Vazília csak jelentéktelen dolgokat változtatott meg a programban? Ezt abból tudom, hogy dr. Fasztov sohasem tartotta szükségesnek kiavítani azt, amit Miss Vazília megváltoztatott. Legalábbis egyszer így mondta nekem. De talán kérdezze meg Miss Vaziliát, uram. Meg fogom őt kérdezni, válaszolta Béli. Csak attól tartok, uram, Miss Vazília nem fog válaszolni. Béli elkedvetlenedett. Eddig csak dr. Fasztolfnak, Glédiának és a két robotnak tett fel kérdéseket, és ezeknek az alanyoknak mind nyomos okuk volt az együttműködésre. Most első ízben barátságtalan fogadtatásra kell számítania. A légpárnás autó megállt egy füves tisztáson. Béli pedig kiszálláskor örömmel konstatálta, hogy újra szilárd talaj van a lába alatt. Csodálkozva nézett végig az egymáshoz közelemelt építmények során. Jobbra egy fémből és üvegből épített hatalmas, egyszerű, szögletes tömb állt. – Ez a robotikai intézet? – kérdezte Béli. – Valamennyi épület az intézet tulajdona, Iláj kollégám – felelte Déniel. – És még így is csak egy részét látod most az egész komplexumnak. Zsúfoltabb az elrendezése, mint ahogy azt az aurórán megszokhattad, mivel az egész intézet egyetlen önálló közigazgatási egységet alkot. Vannak itt lakóházak, laboratóriumok, könyvtárak, közösségi tornatermek és egyéb objektumok. Az a nagy épület a központ. Eoszból érkezve úgy tűnik, ezek a nagy, jól látható épületek igencsak elütnek a megszokott aurórai városképtől, Gondolom sokan ellenezték a megépítésüket. Úgy tudom, Iláj kollégám, csak ugyan voltak ellenzői az építkezésnek, de az intézet vezetője befolyásos ember, az elnök jó barátja. Ha jól tudom, a kutatások szükségességére hivatkozva hoztak egy rendkívüli határozatot, amelyben engedélyezték az építkezést. Déniel elgondolkozva körülnézett. Én sem képzeltem ennyire zsúfoltnak, állapította meg. Hogyhogy, hogy, hogy Déniel, ezek szerint sohasem jártál még itt? Még soha, Iláj kollégám. És te, Zsiszkár? Én sem, uram. Gond nélkül ide találtatok, csodálkozott Béli, és mintha ismernétek a helyet. Megfelelő eligazításban részesültünk, Iláj kollégám, mondta Dénia, mivel ide kellett kísérnünk. Béli elgondolkodva bólintott, majd megkérdezte. – Doktor Fasztolf miért nem jött velünk? – Ahogy kimondta, már is rájött, mennyire fölösleges kereszt kérdésekkel bombáznia a robotokat. – A gyors, váratlan kérdések esetében is várnak egy darabig, aztán megfontoltam válaszolnak. – Soha sem zavarodnak meg. Dr. Fasztolf magyarázatképpen elmondta, hogy mivel nem az intézet munkatársa, nem találná helyesnek, ha hivatlanul beállítana. De miért nem vették fel az intézetbe? Ennek az okát nem árulták el nekem, illáj kollégám. Béli zsiszkádra nézett. A robot rögtön válaszolt. Nekem sem, uram. Tényleg nem tudják? Vagy csak megparancsolták nekik, hogy ne tudjanak róla? Béli vállat vont. Hm, egyre megy. Az emberek hazudnak, a robotok parancsba kapják, hogy meg nem mondják az igazat. Persze, ha a kérdező elég ügyes és agresszív, a hazuk ember megfélemlítheti, vagy rábizonyíthatja, hogy hazudik. Ha a robot szakértő elég gátlástalan és elég nagy tudású, a robotot kényszeríteni tudja arra, hogy vegye semmibe az eredeti tiltó utasítást. Tehát a két különböző esetben más és más adottságokra van szükség és Béliből hiányoznak a robotok vallatásához szükséges képességek. Hol találjuk ilyenkor dr. Vazília Fásztoffot? Éppen a háza előtt állunk, felelte dénjel. Ezek szerint a lakóhelyét is ismeritek? Ezt is rögzítették a memóriánkban, Iláj kollégám. Akkor vezessetek dr. Vazíliához. A narancsárga nap magasan járt az égen, majdnem dél volt már. Béli összerázkodott, amikor Vazília háza felé közeledve beléptek a gyárépület árnyékába. Hirtelen jelentősen csökkent a hőmérséklet. Összeszorította az ajkait. Arra gondolt, milyen ostobák az emberek. A meghódított új világokban nem építettek szitiket. Következésképpen nem létezik hőmérséklet szabályozás sem, és az űrlakók kiszámíthatatlan időjárás változásoknak teszik ki magukat. Nem kevésbé nyugtalanító volt, hogy a nemrég még a horizonton látott felhősáv közelebb került hozzájuk. Bármikor ömleni kezdhetett az eső. Más se hiányzik már. – Milyen más a földön? – Béli visszavágyott a szitikbe. Zsizkár lépett be először az épületbe. Daniel kinyújtott karjával tartotta vissza Bélit. Na, – Na persze, előbb még Zsizkár felderíti a terepet. – Egyébként Daniel is ezt tette. Az emberi lény képtelen lett volna ennyire alaposan pásztázni a környezetét a tekintetével. Béli biztos volt abban, hogy semmi sem kerülheti el Déniel két robot szemének figyelmét. Vajon miért nincs a robotoknak négy szemük szabályosan elosztva a fejkerületén? Vagy egy látósáv is körbefuthatna a fejükön? Az ember formájúnak szánt Dénieltől persze nem várható el ilyesmi. Giscardot viszont nyugodtan tervezették volna ilyenre is. Vagy talán a különleges látószerv olyan bonyolult helyzetet idézne elő, amelynek kezeléséhez nem elegendő a pozitron tekervények kapacitása? Béli egy pillanatra ráérzett arra, milyen nehézségek keseríthetik meg egy robot szakértő életét. Zsizkád újra megjelent az ajtóban, és bólintott. Déniel karjának udvarias nyomására Béli elindult befelé. Félig nyitva volt az ajtó. Vazilia nem szeretetett zárat az ajtajára, és Bélének hirtelen eszébe jutott, hogy ugyanezt figyelte meg Glédia és Fasztolf házán is. A gyérel lakott bolygón a lakóépületek közötti nagy távolságok következtében kialakult a magántulajdon fokozott tisztelete, és ehhez hozzájárult még, hogy az auróraiak rendszeret nem avatkoztak bele egymás ügyeibe. Másrészt a mindenhol jelenlévő robotok Mindenféle zárnál hatékonyabb védelmet biztosítottak az illetéktelen behatolók ellen. Béli megtorpant, mert Déniel figyelmeztetőleg megszorította a felső karját. A néhány lépéssel előttük járó zisztkár beszédbe elegyedett két hasonszőrű robottal. Béli jeges gombócot érzett a gyomrában. Mi lesz, ha egy gyors manőverrel kicserélik zsisztkárdot egy másik robotra? Vajon észrevenni? Meg tudna különböztetni két szerű robotot? Lehet, hogy ez a másik nem kapta parancsba, hogy megvédelmezze őt, és ártatlanul is veszélybe sodorna. A bajban pedig nem reagálna elég gyorsan. Béli nagy nehezen nyugalmat erőltetett magára, és Dénielhez fordult. Ezek a robotok feltűnően hasonlítanak egymásra, állapította meg. Te meg tudod különböztetni őket egymástól? Természetesen igen, Iláj kollégám, Eltérő a ruhájuk mintázata, és az azonosító számok is megkülönbözteti őket. Nekem egyformának tűnnek, mert még nem szoktad meg őket, és nem veszed észre a részleteket. Béli újra alaposan megnézte a két robotot. Hol vannak azok az azonosítási számok? Könnyen megtalálja őket az, aki tudja, merre kell keresnie, és a látószerve az emberi szemnél érzékenyebb az infravörös jelekre. Magyarázta Dénjel. Ezek szerint én bajosan tudnék különbséget tenni közöttük, ugye? Szó sincs róla, Iláj kollégám. Elég, ha megkérdezed a robottól a teljes nevét és a gyártási számát. Meg fogja mondani. Akkor is, ha előzőleg arra utasították, hogy hamis számot mondjon be? Miért adnának neki ilyen utasítást? Béli úgy döntött, inkább nem kezd magyarázkodni. Egyébként is Zsizkár már jött visszafelé. Uram, fogadják önt, újságolta. Kövessen, kérem. A két házi szolga mutatta az utat. Mögöttük lépkedett Béli, mellette pedig Déniel, aki még mindig nem engedte el a nyomozó karját. Zsiszkár zárta a sort. A két házi szolga megállt egy kétszárnyas ajtó előtt, amely szemmel láthatólag önműködően kitárult előttük. A vastag függönyökön átszűrődő napfény szürkés homályba vonta a szobát. Béli csak elmosódottan látta azt az apró ember alakot, aki hanyagtartásban ült egy magas széken, és könyökével egy fal mellé tolt asztalra támaszkodott. Ezúttal Béli és Déni elment előre, és Zsiszkárt követte őket. Az ajtó becsukódott, és ettől csak még sötétebb lett a helyiség. – Ne jöjjenek közelebb, maradjanak ott! – kiáltott rájuk egy éles női hang. Abban a pillanatban napfény öntötte el a szobát. Béli hunyorogva nézte a mennyezetet. Az üvegtetőn keresztül látni lehetett a napot. Igaz, hogy furcsán homályosnak látszott, és bele is tudott nézni, de ez nem befolyásolta a szoba világítását. Feltehetően az üveg anélkül terítette szét a fényt, hogy elnyelte volna. Béli ezután a nőre pillantott, aki változatlan testtartásban ült a széken. – Dr. Vasilia Fasztovhoz van szerencsém? – kérdezte a nyomozó. Doktor Vazília alírnához, ha már a teljes nevemre kíváncsi. Nem veszem kölcsön idegenek nevét, szólítson doktor Vaziliának. így ismernek az intézetben. Aztán valamivel enyhébb hangon folytattam. És te hogy vagy, zsikárd öreg, barátom? Zsák tőle szokatlan hang nemben felelt. Üdvözlöm! Egy pillanatig habozott majd ugyanolyan negédesen folytatta. Üdvözlöm, kis kisasszonyom. Vazília elmosolyodott. Az pedig ott, gondolom, az az emberformájú robot lehet, akiről már olyan sokat hallottam. Déniel Oliva. Az vagyok, doktor Vazília. Vágta rá Déniel fürgém. Aztán itt van még ez a földlakó is. Doktornő a nevem, Iláj Béli, mondta a nyomozó kimértem. Igen, tisztában vagyok azzal, hogy a földlakóknak is van nevük, és hogy a magái Iláj Béli, felelte a nő hűvösen. Cseppet sem hasonlít arra a színészre, aki magát alakította abban a hipervíziós drámában. Tudom, doktornő. A Daniel-t alakító színész viszont eléggé hasonlított Daniel Olivára, de gondolom nem azért vagyunk itt, hogy előtársarogjunk. Csak ugyan nem azért. Ha jól tudom, inkább azért, hogy elmondja, miért említette a múltkor Santirix Gremioniszt. Megmondja szépen, és már mehet is. Rendben? Nincs egészen rendben, mondta Béli. A látogatásomnak nem ez az elsődleges célja, bár gondolom erre is sort keríthetünk majd. Na nem mondja. Maga azt hiszi, hogy itt mi most hosszan és kimerítően fogunk megvitatni valamely tetszőleges témát? Én azt hiszem, doktor Vazília, Jól tenné, ha hagyná, hogy úgy irányítsam a beszélgetést, ahogy ez nekem tetszik. Ezt fenyegetésnek szánta? Nem. Még soha sem találkoztam földlakóval, és talán érdekes lenne megtudnom, miben hasonlít arra a színészre, aki magát játszotta, ha már a külső hasonlóság annyira elenyésző. Szóval tényleg olyan ügyes, amilyennek az a műsor bemutatta? Azt a műsort túl dramatizálták, és minden jellemvonásomat eltúlozták. Inkább fogadjon el olyannak, amilyen vagyok, és kizárólag a tapasztalatai alapján ítéljen meg. Vazília felkacagott. Annyi minden esetre látszik magán, hogy nem sikerült megfélemlítenem. Ez jó pont. Vagy azt hiszi, hogy a Gremionis ügy emlegetése feljogosítja a parancsolgatásra? Én csak azért vagyok itt, hogy kiderítsem az igazságot. Jander Panel emberformájú robot meggyilkolása ügyében. Meggyilkolták? Ez azt jelenti, hogy valaha életben volt? Inkább így szoktam mondani, mert túl hosszú lenne állandóan azt hajtogatnom, hogy működésképtelenné tették. Talán zavarja a szóhasználat? Maga egészen jól érvel, állapította meg Vazília. Tebret hozz egy széket a földlakónak, mert ha csak ugyan hosszan fogunk beszélgetni, állva elfárad. Aztán menj vissza a fal mélyedésedbe. Te is keres magadnak egy helyet, Déniel. Zsiszkár, te ide mellém. Béli leült. Köszönöm, Debret. Doktor Vazilia nincs felhatalmazásom arra, hogy kérdéseket tegyek fel önnek, és törvényes úton nem is kényszeríthetem arra, hogy válaszoljon. De Jander Panel halála olyan helyzetbe hozta az apját. Kicsodát? Az apját. Ide hallgasson, földlakó. Én megtehetem, hogy néha az apámnak nevezek egy szemét, de senki mástól nem tűröm el ugyanezt. A nevét mondja inkább. Dr. Hán Fasztolfról beszélek. A legalábbis ő az apja. Vagy talán nem? Maga egy biológiai fogalmat akaró kifejezést használ. Tényleg vannak közös génjeim azzal az emberrel. A földön ezt apalány kapcsolatnak hívják, az aurórán viszont kizárólag orvosi és genetikai vonatkozása van ennek a dolognak. Bizonyos értelemben csak arról van szó, hogy egyes anyagcsere folyamatok során kénytelen vagyok figyelembe venni a velem közös géneket birtokló egyénnek, például szülők, testvérek, gyermekek élettani és biokémiai tulajdonságait. Egyébként az illemtudó aurórai társaságában általában nem esik szó ezekről a kapcsolatokról. Azért magyaráztam ezt el, mert maga a Földről jött ide. Ha vétettem az itteni szokások ellen, nézze el nekem, a tudatlanságom az oka, mondta Béli. Használhatom a szóban forgó úriember nevét? Természetesen. Nos, Jander Panella halála elég nehéz helyzetbe hozta Doktor Fasztolfot, és kegyed is érdekelt a dologban, amennyiben segíteni akar neki. Miből gondolja, hogy segíteni akarok neki? Ő a ő nevelte fel, ő gondozta magát. Valamikor kölcsönösen mély érzelmeket tápláltak egymás iránt, és ő még ma is nagyon szereti magát. Ezt tőle hallotta? Kiderült a beszélgetéseinkből, és abból, hogy mennyire érdekli őt Glédia Delmar, az a szoláriai nő, kizárólag azért, mert hasonlít kegyedre. Ezt is ő mondta? Igen, de ha nem is mondta volna, akkor is szembetűnő a hasonlóság, és nyilvánvaló a következtetés. Mindezek ellenére földlakó, én semmivel sem tartozom Dr. Fasztolfnak, ezért nem is érdekelnek a maga következtetései. Béli megköszöbölte a torkát. Tegye most félre a személyes érzelmeit, és gondoljon a galaxis jövőjére. Dr. Fasztolf szeretné, ha az új emberi faj új világokat gyarmatosítana. Ha Jander halálának politikai következménye odáig vezetnének, hogy az új világokat robotok kutatnák fel és népesítenék be, az dr. Fasztov szerint katasztrofális következményekkel járna az aurórára és az egész emberiségre nézve. Kegyed nyilván nem akar közreműködni ennek a katasztrófának az előkészítésében. Vazília árgus szemekkel figyelte Bélit, de közönyös hangon válaszolt. Természetesen magam is így gondolkodnék, ha egyet értenék dr. Fasztolfal. Csak hogy nem értek vele egyet. És nem látok semmilyen veszélyt abban, hogy emberformájú robotok végezzék el a szükséges munkálatokat. Sőt, éppen azért dolgozom itt, az intézetben, hogy ezt lehetővé tegyem. Globalista vagyok, dr. Fasztolf viszont humanista. Tehát a politikai ellenfelem. Vazília tömören válaszolt, nem beszélt mellé, nem húzta az időt. Minden felelet után szünetet tartott, mintha már is érdeklődve várna a következő kérdést. Bélinek az volt a benyomása, hogy remekül elszórakoztatja a nőt, akit érdekelnek a nézetei, és talán még meg sem tippeli magában a következő kérdést. Vazília láthatóan eltökélte, hogy nem ad ki több információt, mint amennyi feltétlenül szükséges, és ezzel szándékosan újabb és újabb kérdések feltevésére kényszerítette Bélit. Régóta dolgozik itt az intézetben? Az intézet létrehozása óta. Hány embert alkalmaznak? Az aurorai robot szakértőknek körülbelül az egyharmadát, bár ezeknek csak a fele él és dolgozik ténylegesen az intézet területén. A munkatársai is osztják azt a véleményet, hogy a robotoknak kellene felfedezniük az új világokat? Egységesen ellenzik Dr. Fasztolf álláspontját? Azt hiszem a többség globalista, bár nem tudok róla, hogy szavazást tárgyává tették volna ezt a kérdést, vagy akár hivatalos vitát rendeztek volna róla. Egyenként kellene megkérdezni az emberek véleményét. Dr. Fasztolf is az intézet alkalmazottja? Nem. Béli várt egy kicsit, de Vazília nem volt hajlandó magyarázatot fűzni a válaszhoz. – Nem meglepő ez? – kérdezte végül a nyomozó. – Azt hittem, ha valaki, hát ő biztosan itt dolgozik. – Az az igazság, hogy nincs szükségünk rá, és ami legkevésbé lényeges, neki sincs szüksége mi Ez aztán még meglepőbb. – Nem hiszem. Ezúttal Vazília nem hallgatott el, hanem haragosan folytatta. – Ő Eosz városában lakik, Gondolom, földlakó, maga is tudja, mit jelent ez a név. Béli bólintott. Ehoz a hajnal istennője a görög mitológiában, ahogyan Aurora a rómaiban. Pontosan így van. Dr. Fasztolf a hajnal városában él, a hajnal bolygóján, mégsem hisz az új hajnalban. Nem érti meg, hogy az űrlakók hajnalát galaktikus nappallá kell változtatnunk, és ennek egyetlen módja van, a robotokat kell megbíznunk az új világok felfedezésével. Ő elutasítja az elméletünket, vagyis nem fogad el minket. Miért tartják ezt az egyedüli üdvözítő módszernek? kérdezte Béli lassan. Az aurórát és a többi külső világot is emberi lények fedezték fel és népesítették be, nem pedig robotok. Hadd javítsam ki, nem általában emberi lények, földlakók. Nem gyarmatosítottak eléggé hatékonyan, Pazarolták az energiát, és ma már nem engedhetjük meg nekik, hogy új telepeket hozzanak létre. Mi hosszú életű, egészséges űrlakók lettünk, és a robotjaink összehasonlíthatatlanul sokoldalúbbak és rugalmasabbak, mint egykor azoknak a földlakóknak a robotjai, akik megalapították a világainkat. Más idők járnak, megváltozott a helyzet. Ma a robotokkal történő gyarmatosítás az egyetlen lehetséges megoldás. Tegyük föl, hogy kegyednek igaza van, és dr. Fasthoff téved. Attól még az ő érverése is logikus lehet. Miért nem fogadják el kölcsönösen egymást, ő és az intézet? Csak azért, mert ebben az egy kérdésben eltér a véleményük? Nem, ez a nézeteltérés csak másodlagos. Egy sokkal alapvetőbb konfliktus is létezik közöttünk. Béli megint várt egy kicsit, de Vazília most is beérte ennyivel. A nyomozó úgy érezte, nem lenne tanácsos hangot adnia ingerültségének, ezért csak halkan, puhatolózva tette fel a kézen fekvő kérdést. – Mi az az alapvető konfliktus? Vazília egyre kevésbé titkolta, hogy szórakoztatja a beszélgetést. Valamelyest meglágyultak a vonásai, és egy pillanatra nagyon hasonlított Glédiára. – Látom képtelen kikövetkeztetni, el kell magyaráznom magának. Éppen erre kértem az előbb, doktor Vazília. Rendben van, válaszolok. Azt hallottam, hogy a földlakók rövid életűek. Vagy talán rosszul tudom? Béli vállat mondt. Vannak közöttünk, akik száz földi évig is elélnek, mondta, majd rövid gondolkodás után hozzátette. Az körülbelül 130 metrikus évnek felel meg. Maga mennyi idős? Földi évben számítva 45, metrikusban 60, én 66 metrikus évet éltem eddig, és előttem van még legalább három metrikus évszázad. Ha vigyázok magamra. Béli széttárta a karjait. Gratulálok. Ennek azért hátrányai is vannak. Ma reggel azt hallottam valakitől, hogy három 400 év alatt sok veszteség éri az embert. Én is attól tartok, mondta Vazília. Persze sok-sok pozitív tapasztalat is felhalmozódik, és a dolgok kiegyenlítik egymást. Milyen hátrányokra gondolt? Maga nem tudós ember. Nem, én nyomozó vagyok. Ha úgy tetszik, zsaru. De a saját bolygóján talán ismert tudósokat. Találkoztam már néhányal, felelte Béli óvatosan. És tudja, hogyan dolgoznak? Mi itt úgy tudjuk, hogy a szükség rákényszeríti őket az együttműködésre. Rövid életűek legfeljebb fél száz évet áldozhatnak az aktív munkára, vagyis hét metrikus évtizednél is kevesebbet. Ennyi idő alatt nem lehet túl sokat elérni. Néhány tudósunk ennél sokkal rövidebb idő alatt is komoly eredményt tudott elérni. Mert eleve az elődeik felfedezéseiből indultak ki, és felhasználták a kortársaik kutatási eredményeit is. Vagy talán nem így szokás a földön? Dehogy is nem. Nálunk mindenki tagja a tudósok közösségének. Nem léteznek idő és térbeli korlátok. Érthető, másképp nem is mennének semmire. A tudósok tisztában vannak azzal, hogy egyedül nem érhetnek el komoly eredményt, ezért kénytelenek csatlakozni a közösséghez. Így gyorsabban halad erőre a tudomány, mintha mindegyikük egyedül próbálkozna. Az aurórán és a többi külső világon talán nem ez a helyzet? kérdezte Béli. Elméletileg nálunk is így van, a gyakorlat viszont egészen más. A mi társadalmunkban, ahol hosszabb életűek az emberek, nem hat annyira erősen ez a kényszer. A tudósok itt akár három-három és fél évszázadot is szentelhetnek egy-egy probléma megoldására, és így egyetlen magányos tudós is elérhet jelentős eredményeket. Intellektuális mohóság alakulhat ki az emberekben. Egyedül akarnak elérni valamit, és ennek érdekében inkább vállalják az általános fejlődés lassítását, mintsem hogy feladják önálló gondolataikat. Így aztán az űrlakó világon csak ugyan lassabban halad erőre a tudomány, és bár több hatalmas előnyünk van a földlakókkal szemben, ilyen szempontból mégsem tudjuk lehagyni őket. Gondolom ezzel azt akarja mondani, hogy dr. Fasztorf is ilyen tudós. Igen. A pozitron agyakkal kapcsolatos elméleti kutatásai tették lehetővé az emberformájú robotok megépítését. Dr. Fastolf az azóta már elhuny dr. Szárton segítségével meg is alkotta Dénielt, a maga robot barátját, de nem hozta nyilvánosságra, és azóta se teszi hozzáférhetővé az elmélet egyes lényeges részleteit. Így aztán az ő közreműködése nélkül lehetetlenség emberformájú robotot készíteni. Béli összevonta a szemöldökét. És a robotikai intézet a tudósok együttműködésének megvalósítását tűzte ki céljául? Pontosan. század néhány élvonalbeli robotikai szakember dolgozik nálunk, több korosztályt és szakterületet képviselnek, és mindegyikük más-más szintre jutott a kutatásban. Más bolygókon is szeretnénk létrehozni robotikai intézeteket, hogy csillagközi szervezetté nőjük ki magunkat. A magunk eredményeivel mindannyian készek vagyunk hozzájárulni a közös műhöz. Mi önként közérdekből vállalkozunk arra, amit a rövid életük korlátai közé szorított földlakók kényszerből tesznek. Dr. Hám Fasztor viszont nem hajlandó erre. Biztosra veszem, hogy ön egy nemes lelkű, idealista, aurórai hazafit dr. Hám Fasztorban, pedig ő nem akarja beadni a közösbe azt, amit a saját szellemi tulajdonának tekint. Ezért nincs ránk szüksége, és nekünk sincs szükségünk őre, mivel tulajdonjogot formál bizonyos tudományos felfedezésekre. Gondolom, most már nem rejtély ön előtt, mi a kölcsönös ellenérzés forgása. Béli bólintott. Gondolja a célra vezető, hogy feladják a személyes dicsőségüket? Bizonyára az, vágta rá Vazília Mogorva és sikerült már az intézet munkatársainak kollektív erőfeszítésével lemásolniuk a humanoid robotok pozitron agyának elméletét, amit dr. Fastolf egyedül kidolgozott? Idővel sikerülni fog, ez elkerülhetetlen. És nem próbáltak időt nyerni azzal, hogy megkíséreljék kiszedni dr. Fastolfból a titkot? Azt hiszem, hamarosan sikerül őt meggyőznünk. A Jander botrány révén? Azt hiszem, földlakó, ez a kérdése felesleges volt. Nos, elmondtam mindent, amit hallani akart. Megtudtam néhány új dolgot, felelte Béli. Akkor ideje, hogy rátérjen Gremionis ügyére. Miért említette a múltkor velem kapcsolatba annak a borbének a nevét? Borbé? Egyebek között fodrászmesternek is képzeli magát, holott nem több, mint egy közönséges borbé. Beszéljen róla, vagy ezen a ponton fejezzük be a beszélgetést. Béli egészen kimerült. Vazília láthatólag élvezte a szópárbaj. Ahhoz épp eleget mondott, hogy felkeltse az étvágyát, mostantól viszont csak a nyomozó által szállított értesülésekért cserébe hajlandó újabb információkkal szolgálni. Neki viszont nincsenek meg azok az értesülései, amelyekre hivatkozott. Csak feltevései vannak, amelyek közül, ha egy is téves, akkor mindennek vége. Ezért aztán Béli a maga eszközeivel folytatta a harcot. Ugye tudja, doktor Vazília, hogy felesleges lenne megpróbálnia elhitetni velem, hogy nevetséges, alaptalan rágalom kapcsolatot feltételezni kegyed és gremionisz között. Miért ne tenném, amikor valóban nevetséges ilyesmiről beszélni? Dehogy, ha az lenne, akkor kegyet távnézéskor az arcomba nevetett volna, és egy gomnyomással megszakította volna a háromdimenziós összeköttetést. A puszta tény, hogy eredeti álláspontját módosítva hajlandó volt fogadni engem, az, hogy már jó ideje beszélgetünk, és sok mindent elmondott, mindez arra utal, hogy fél az adóimtól. Vazília arcizmai megfeszültek. Halkam dühösen válaszolt. Ide hallgasson, kicsi földlakó. Valószínűleg tudja, hogy támadható vagyok. Dr. Fastolf az apám, és vannak az intézetben olyanok, akik eléggé ostobák vagy tisztességtelenek ahhoz, hogy emiatt bizalmatlanságot tápláljanak irántam Nem tudom, mi féléket hallott vagy talált ki, de biztos, hogy nevetséges vádakkal illet. Minden esetre, bármennyire nevetséges is a vád, hatásosan felhasználhatják ellenem, úgyhogy hajlandó vagyok alkuba bocsátkozni. Elmondtam már egyet s mást, és még többet is mondhatok, de csak akkor, ha felfedi a kártyáit, és meggyőz arról, hogy igazat beszél. Tehát elő a farbával, mégpedig most rögtön. Ha rájövök, hogy ugrat, nem veszítek semmit azzal, hogy kirúgom, és még örömömre is szolgálna a dolog. Ez esetben felhasználom a rendelkezésemre álló eszközöket, és nyomást gyakorlok az elnökre, hogy vonja meg magától a tartózkodási engedélyét, és akkor mehet vissza a földre. Már így is elegen szorgalmazzák ezt az elnöki intézkedést, bizonyára nem akarja, hogy én is közéjük álljak. Tehát beszéljen, rajta! Béli egy ideig sötétben tapogatózott, hogy kiderítse, helyese eredeti feltételezése. Most viszont látta, hogy változtatnia kell a taktikán. Ha folytatja, amit elkezdett, Vazilia hamarosan átlát a szitán, hiszen nem bolond, és rögtön belé folytja a szót. Béli tudta, hogy jó nyomon jár, és nem akart visszakozni. Még ha igaz is, amit Vazília az ő bizonytalan helyzetéről mondott, nem fogadta volna őt, ha nem sejti, hogy nem is annyira nevetségesek az állításai. A nyomozónak most ki kell rukkolnia valamivel, valami belbevágó dologgal, hogy Vazília fölé kerekedhessen. Kénytelen lesz kockáztatni. Szántiris Germionis felajálkozott kegyednek, mondta, és mielőtt még Vazília válaszolhatott volna, mindjárt meg is emelte a tétet. Ráadásul nem csak egyszer, hanem többször is. Tette hozzá egy kicsit kegyetlenül. Vazília két kézzel átfogta a térdét, és fészkelődni kezdett a székén, mintha kényelembe akarná helyezni magát. Zsiszkádra nézett, aki mozdulatlanul kifejezéstelen arccal áldogált mellette. Vazília végül Bélire pillantott, és megszólalt az az idióta nemre és korra való tekintet nélkül mindenkinek felajálkozik, akit csak meglát. Az lett volna a meglepő, ha nem kezd ki velem. Béli legyintett, és Vazília nem kacagott fel, nem fejezte be a beszélgetést, még csak dühösnek sem látszott. Várta, mire akar kiukadni Béli, és ez arra utalt, hogy a nyomozó jó helyen tapogatódzik. Ön túlóz, doktor Vazília, még azt sem tud válogatni, aki teljesen híján van az ítélő képességének. Germionisnak kegyedre esett a választása, és az elutasítás ellenére többször is próbálkozott, holott ez ellentétes az aurórai szokásokkal. Örülök, hogy a visszautasításról is tud, mondta Vazília. Egyesek azt hiszik, hogy illedelmességből minden, vagy csak nem minden ajánlatot kell fogadnia, de nekem más a véleményem. Miért kellene kitennem magam egy unalmas aktusnak? Csak az időmet vesztegetni. Talál valami kivetni valót a viselkedésemben földlakó. Az aurórai szokásokról egyszerűen nincs véleményem, se ilyen, se olyan. Vazília még mindig vár és hallgat. Vajon miért? Talán arra vár, amit ő még mindig nem mert kimondani? Van egyáltalán valami említésre méltó mondani valója, vagy végeztünk? – kérdezte a nő erőltetett könnyedséggel. – Még nem végeztünk – felelte Béli, és tudta, hogy megint kockáztatnia kell. – Kegyed észrevette Gremionizban az állhatatosságot, ami ritkaság az auróraiaknál, és arra gondolt hasznot húzhatna belőle. – Na ne mondja, ez őrültség. Mi hasznom származhatott volna nekem az ő hajthatatlanságából? Nyilvánvaló volt, mennyire ragaszkodik önhöz, Gremionis, nem lehetett nehéz úgy irányítani, hogy inkább valaki másnál próbálkozzon, olyas valakinél, aki nagyon hasonlított kegyedre. Hát erre buzdított a Gremioniszt, és talán még azt is megígérte neki, hogy a másik nemet mond, ön a rendelkezésére áll. És ki lenne az a szerencsétlen nő személy, aki ennyire hasonlít rám? Nem tudja, doktor Vazilia. <laughs> ne színleljen naivságot. Glédiáról beszélek. Arról a szoláriai nőről. Mondtam már, hogy dr. Fasztolf azért vette őt a védelmébe, mert felfedezte mennyire hasonlít kegyedre. Amikor a beszélgetésünk elején utaltam erre, cseppet sem lepődött meg. Most már ne tegyen úgy, mintha nem értené, kiről van szó. Vazília haragos pillantást vetett Bélire. És abból, hogy Gremionis érdeklődik Glédia iránt, maga arra következtetett, hogy az a borbé engem környékezett meg először? Ezt a légből kapott feltevését akarta elmondani nekem, nem annyira légből kapott. Más bizonyítékaim is vannak. Még mindig tagad? Vazília elgondolkodva végighúzta kezét a hosszú asztalon. Béli pedig közben azon tűnődött, mit rejtenek az ott heverő papírlapok. Tudta, hogy bármi figyelmesen és odaadóan tanulmányozná is azokat a bonyolult ábrákat, úgysem értene belőlük semmit. Fárasztó az érvelése, szólt Vazília. Az előbb azt mondta, a Gremionis kezdetben hozzám vonzódott, aztán ahhoz a szoláriai nőhöz, a hasonmásomhoz. Most meg azt akarja, hogy letagadjak mindent. De miért is venném a fáradtságot? Mi jelentősége lenne az egésznek, még ha maga szerint árthat is nekem a dolog? Azt mondja, zavart Gremionis közelsége, és ezzel ügyesen eltereltem a figyelmét. Hm, mit számít, ha így volt? Nem az a fontos, hogy kegyed mit tett. Az a fontos, hogy miért tette mondta Béli. Tudta, hogy Graham Jónisz kitartó. Magának újra és újra felajánlkozott, és Glédiának is többször megismételni az ajánlatát. Feltéve, ha Glédia elutasítja őt. Glédia szoláriai, és nem éppen kiegyensúlyozott a szexuális élete. Megkockáztatom, kegyed is tudta, hogy mindenkit visszautasít. Bármennyire elidegenedett is már az ap, akarom mondani dr. Fasztóftól, Gondolom, az érzelmi kötődése megvan még, és figyeli, kivel próbálja magát helyettesíteni. Glédia csak ugyan a jó ízléséről tett tanúbizonyságot, amikor elutasította a Gremioniszt. És kegyed nagyon jól tudta, hogy ezt fogja tenni. Na és, milyen jelentősége van ennek? Ha a Gremioniszt megismétli az ajánlatát, az azt jelenti, hogy többször megfordul Glédia házába, hogy teljesen rászáll. Utoljára kérdezem, mit számít ez? Glédia házánál volt egy nem mindennapos tárgy. Yander Panel, a két humanoid robot egyike. Vazilia rövid habozás után megkérdezte. Hová akar kiukadni? Szerintem kegyed a következőt ötlötte ki. Ha Yander Panel elpusztul, és dr. Faszkov belekeveredik a gyilkossági ügybe, kizsarolhatják belőle az emberformájú robotok pozitron agyának a titkát. Gremioniszt felhasználhatják a céljaik elérésére, hiszen dühíti őt Glédia makadsága, gyakran megfordul a háznál, és rábírhatják arra, hogy a robot meggyilkolásával álljon bosszút a nőn. sűrű pislogások közepette válaszolt. Hiába lenne húsz másik indítéka is ennek a szerencsétlen borbénynek, még arra se tudta volna utasítani Jander panelt, hogy kezet fogjon vele. Fényévekre van attól, hogy mentális zárlatot idézzen elő egy robotnál. Most mondta ki a lényeget, szólt Béli halkan. Azt hiszte, várt is erre a pillanatra, azért nem dobott ki eddig. Kíváncsi volt, felmerült-e bennem ez a lehetőség vagy sem. Azt állítom, hogy a robotikai intézet Gremionisszal végeztette el a piszkos munkát, és kegyed volt az összekötő. Megint Vazília! Mintha kimerevitették volna a holografikus képet egy hipervíziós drámában. Természetesen egyik robot se hagyta el a helyét, de Béli és Dr. Vazília Aliéna is mozdulatlan maradt. Hosszú, szokatlanul hosszú másodpercek teltek el, aztán Vazília nagyot sóhajtott és felállt. Üres mosoly jelent meg az arcán, és halkan beszélt. Azt állítja, Földön lakó, hogy bűnrészes vagyok az emberformájú robot elpusztításában? Valami ilyesmire gondoltam, doktornő, felelte Béli. Köszönöm, hogy elmondta. Most pedig távozni fog, jelentette ki Vazília, és az ajtóra mutatott. Attól tartok, doktornő, nem óhajtok távozni. Nem érdekel, mit kíván és mit nem, Földlakó pedig kénytelen foglalkozni vele, mert máskülönben nem tud eltávolítani az akaratom ellenére. Vannak robotjaim, akik a kérésemre illedelmesen, de határozottan kitessékelik, anélkül, hogy kárt tennének magában. Legfejebb az önézetét fogják ezzel megsérteni, ha egyáltalában van magának ilyen. Csak egy robotja van itt, én viszont kettőt is elhoztam magammal, akik nem fogják megengedni, hogy kidobjon. Egy szavamba kerül, és a következő pillanatban húsz robot áll a rendelkezésemre. Béli hangnemet váltott. Doktor Vazília, kérem, értse meg a helyzetemet. Kegyed meglepődött, amikor meglátta Dénielt. Gyanítottam, hogy bár a munkahelyén a robotikai intézetben emberformájú robotok előállításán fáradoznak, soha sem látott még kész, működő példányt. Tehát a robotjai sem láthattak ilyet. Nézze meg csak Dénielt éppen olyan, mint egy ember. A néhai Janderen kívül nem készült még ennyire emberi külsejű kép. A robotjai embernek nézik majd, ő pedig tudja, hogyan utasíthatja őket engedelmességre, talán még a kegyet parancsai ellenére is. Szükség esetén éppenséggel húsz emberi lényt is ide hívhatok az intézetből, hogy kidobják magát, fenyegetőzött Vazília. Viszont könnyen lehet, hogy ők igenis tesznek némi kárt magában, és a robotjai nem tudnak majd hatékonyan közbelépni. Még déni sem. Hogyan akarja ide hívni őket? A robotjaim nem adtak erre lehetőséget. Rendkívül jók a reflexeik. Vazília elővillantotta a fogait. Arcán mosolynak nem nevezhető grimasz jelent meg. Déni most nem szólok, de Zsiszkárdot szinte születésem óta ismerem. Nem hiszem, hogy bármilyen módon megakadályozná, hogy segítséget hívjak, és szerintem Dénielt is visszatartaná közbe lépéstől. Béli igyekezett, hogy nem remegjen meg a hangja. Tudta, hogy eljött a legkockázatosabb pillanat. Mielőtt bármit tenne is, kérdezze meg Zsizkártól, mi a szándéka akkor, ha mi ketten ellentétes értelmi parancsokat adunk neki. Zsizkár? – kezdte Vazília óriási önbizalommal. Zsizkár tágra szemmel Vazília felé fordult, és különös hangsúlyjal válaszolt. – Köteles vagyok megvédelmezni Mr. Bélét kis kisasszonyom. Ő a fontosabb. – Valóban? Kinek az utasítását követed? Ezért a föld lakóét? Ezért az idegenét? – Dr. Hán Fasztolf parancsolta így – mondta Zsiszkárd. Vazília villámló szemekkel ült vissza a székére. Ölében nyugvó keze remegett. Szinte mozdulatlan ajkai közül préselte ki a mondatot. – Szóval téged is elvett már tőlem? – Ha ennyi bizonyíték nem lenne elég, szólt közben Déniel kérdezés nélkül, én is Ilály kollégát részesítem előnyben. Vazília keserűséggel vegyes kíváncsisággal nézett erre. – Iláj kollégát? Így hívod őt? Igen, doktor Vazília, én nem csak doktor Fasztov utasításának a hatására döntöttem úgy, hogy a földlakót fogom támogatni önnel szemben, hanem azért is, mert a földlakó és én kollégák vagyunk ebben a nyomozásban, és mert. Dénjel elhallgatott, mintha őt is meglepni, amit mondani készült, aztán mégis kimondta: Barátok vagyunk! Barátok? Hitetlenkedett Vazília. Egy földakó és egy humanoid robot? Persze végül is van közöttük hasonlóság. Egyikük sem sikerült teljesen emberire. És mégis összeköti őket a barátság. Vágott vissza Béli éles hangon. A saját érdekében kérem, ne tegye próbája, ami... Most ő hallgatott el, mint egy meglepve, aztán befejezte a hihetetlennek hangzó mondatot. Szeretetünk erejét. Mit akar? kérdezte Vazilia Bélihez fordulva. Információt. Azért hívtak ide az aurórára, a hajnalbolygóra, hogy megoldjak egy rendkívül bonyolultnak látszó ügyet. Dr. Fastolfot alaptalanul vádolják, és nem lehetetlen, hogy ennek katasztrofális következményei lesznek mindkettőnk világára nézve. Daniel és Zizkár jól ismerik a problémát, és tudják, hogy az első törvény sürgős és egyértelmű érvénybelépését leszámítva, semmi se lehet fontosabb, mint hogy segítsenek nekem fényderíteni erre a rejtére. Mivel hallották, amit mondtam, és tudatában vannak annak, hogy kegyed esetleg bűnrészes lehet, azt is tudják, hogy nem engedhetik meg ennek a beszélgetésnek a félbeszakítását. Ezért még egyszer figyelmeztetem. Ne kockáztasson, ne kényszerítse őket arra, hogy megtegyék, amit tenniük kell, amennyiben nem hajlandó válaszolni a kérdéseimre. Bűrészességgel vádolom Jan Der Panel meggyilkolásában. Tagadja a vádat vagy sem. Válaszolnia kell. Válaszolok is, mondta Vazília keserűen. Ne féljem, gyilkosságról beszél? Működésképtelenné tettek egy robotot, és magának ez gyilkosság? Nos, akárminek nevezi is a büntényt, én tagadom, hogy részem lenne benne. A leghatározottabban tagadom. Nem adtam ki Gremionisnak olyan robotikai információkat, amelyeket felhasználva végezhetett volna Janderrel. A szakképzettségem is kevés ehhez, és azt hiszem, senki sincs az intézetben, aki képes lehetett volna rá. Azt nem tudom, hogy a tudása alapján kegyed, vagy az intézet bármely dolgozója segíthetette a tettesnek. Beszéljünk inkább az indítékokról. Először is lehet, hogy kegyet gyengéd érzelmeket táplál ez iránt a gremioni sziránt. Még ha vissza is utasította az ajánlatait, mert nem tartja őt alkalmasnak arra, hogy a szeretője legyen, miért lenne furcsa, ha ugyanakkor a kitartása elnyerte volna a tetszését elképzelhetőnek tartom, hogy hajlandó volt segíteni rajta, amikor olyan kéréssel fordult kegyethez, amelynek teljesítése esetén nem zaklatná tovább szexuális ajánlataival. Maga szerint tehát Gremionis idejött, és azt mondta, Vazília drága, egyszer s mindenkorra üzemen kívül akarok helyezni egy robotot. Nagyon hálás lennék, ha megmondaná, hogyan kell csinálni. Mire én azt válaszoltam neki? Hát persze, drága Gremionis, mi sem egyszerű bennél. Egyébként is leghőm vágyam közreműködni egy ilyen büntett elkövetésében. <laughs> Nevetséges. Csak egy olyan földlakó feltételezheti ezt, aki semmit sem tud az aurórai viszonyokról. És az a földlakó, aki ilyesmit állít, még hülye is. Talán így van, ahogy mondja, de nekem minden lehetőséggel számolnom kell. Például azzal is, hogy magácska esetleg féltékeny lett, mert megváltoztak az érzelmei, és tette itt nem megfoghatatlan gyengéd érzelmek motiválták, hanem a nagyon is korrekt birtoklási vágy. Vissza akarta őt szerezni magának. Értékenység! Az valami földi érzelem? Ha eleve nem akartam magamnak Gramionist, miért aggasztott volna, hogy felajálkozott egy másik nőnek, aki igen mondott neki, vagy éppenséggel ő fogadta el egy másik nő ajánlatát? Beszéltek már nekem arról, hogy a szexuális eredetű féltékenység ismeretlen fogalom az aurórán, és én hajlandó is vagyok elfogadni, hogy ez elemében igaz. Csak hogy az ilyen elméleti szabályok ritkán érvényesülnek feltétel nélkül a gyakorlatban. Mindig vannak kivételek. Ráadásul a féltékenység irracionális érzelem, ilyenkor csődöt mond a tiszta logika. Hm, de ne foglalkozzunk most ezzel az eshetőséggel. A harmadik lehetőség az, hogy Glédiára volt féltékeny, és kárt akart okozni neki, annak ellenére, hogy Gremionis esetleg nem is érdekelte. Hogy féltékeny lettem volna Glédiára? De hisz nem is találkoztam még vele személyesen, csak a hipervíziós tudósítást láttam az aurórára érkezéséről. Soha sem zavart, hogy egyesek azt állítják hasonlít rám. És az sem zavarta, hogy dr. Fastolf a védelmébe vette. A doktornak ő lett a kedvence, szinte lánya helyett lánya, holott egykor kegyet töltötte be ezt a szerepet. Glédia egyszerűen a helyébe lépett. Örülök, hogy a helyen belépett. Egyébként cseppet sem érdekel. És ha a doktor Fasztóv szeretője lett? Vazília egyre dühösebben nézte Bélit. csak cseppek gyöngyöztek a homlokán. Erről felesleges lenne vitát nyitnunk. Arra kért, cáfolja meg azt az állítását, miszerint bűnrészes vagyok egy állítólagos gyilkosságban, és én megcáfoltam. Elmondom, hogy ehhez nem lenne meg a szükséges szaktudásom, sem pedig a megfelelő indítékom. Ha akarja, hozza nyilvánosságra az ügyet, hagy tudja meg egész auróra. Fedje fel az ostobaságát, tegye közzé, hogy bizonyítékot keres ellenem. Akár még azt is feltételezheti, hogy megvan a megfelelő tudásom. Akkor sem egy semmire. Bár Vazília remegett a dűtől, Béli meggyőzőnek találta a tiltakozását. Tehát nem fél a vádemeléstől. Vazília hajlandó volt fogadni őt, és ez azt jelenti, hogy sikerült rátapintania a gyenge pontjára, valamire, ami szörnyű rettegés forrása. Csak hogy Vazília nem ettől retteg. Ez azt jelenti, hogy Béli hibázott, de hogy hol követte el a hibát? Béli elkeseredetten kutatott a megoldás után. Tegyük föl, hogy elfogadom az állítását, dr. Vazilia, és kegyed csak ugyan ártatlan ebben a robotölésben. Akkor is segíthet nekem. Miért segítenék én magának? Emberségből, felelte Béli. Dr. Hanfasztóf azt állítja, nem ő a gyilkos, nem ő tette működésképtelenni ezt a Jander nevű robotot. Az ember azt gondolná, hogy kegyed mindenkinél jobban ismerte dr. Fasztófot. Szeretett gyermekként éveken át bensőséges kapcsolatban állt vele. Kivételes alkalmakkor és rendkívüli körülmények között is ott volt mellette. A jelenleg irántott táplált érzései semmi sem változtatnak a múlton. Ismeri őt, és ezért tanúsítania kell. A jelleme alapján kizárt, hogy ártani tudna egy robotnak. Ráadásul egy olyan robotnak, amelynek elkészítése élete egyik főműve. Hajlandó lenne elmondani ennyit a nyilvánosság előtt? hogy meghallják az összes világon? Nagy segítség lenne. Mintha megkeményedtek volna Vazília vonásai. Értse meg végre, mondta gúnyosan hangsúlyozva minden egyes szót, nem akarok belekeveredni ebbe az ügybe. Pedig kénytelen lesz belekeveredni. Miért? Úgy érzi, semmivel sem tartozik az apjának. Doktor Fasztolf az édesapja, Akár jelent valamit kegyednek ez a szó, akár nem, a biológiai kapcsolatot nem tagadhatja le. Azon kívül ő gondozta, nevelte magácskát hosszú éveken keresztül. Ezért pedig tartozik neki valamivel. Vazília megborzongott. Szemmel láthatóan remegett, még a fogai is összekoccantak. Szólni akart, de nem jött ki hang a torkán. Kétszer is mély lélegzetet vett, mielőtt újra neki gyűrközött. Zsizkár, Mondta végül. Hallottál minden szót? Zsiszkár bólintott. Igen, kis kisasszonyom. És te? Hogy is hívják az ember formájut? Daniel? Igen, doktor Vazília. Hallottál minden szót? Igen, doktor Vazília. Akkor mind a ketten tudjátok. A földlakó azt akarja, hogy tanúskodjak doktor Fasztolf kiváló jelleméről. Mindketten bólintottak. Jó, akkor most beszélni fogok düböl és akaratom ellenére. Eddig éppen azért hallgattam, mert úgy éreztem, valami kevéssel tartozom az apámnak, akitől a génjeimet örököltem, és bizonyos értelemben a nevelőm volt. De nem hallgatok tovább. Figyeljen, földlakó! Dr. hán Fasztolf, akinek néhány génjét hordozom, nem tekint engem önálló emberi lénynek, csak megfigyelési tárgynak, kísérleti nyúlnak. Nem ezt kérdeztem, szólt közbe Béli fejcsóválva. Vazilja ráförmett. Egészen mostanáig erőszakoskodott, hogy beszéljek, és fogok is. Megadom a választ a kérdésére. Dr. Hahn Fasztolfot csak egy dolog érdekli, egyetlen egy, az emberi agy működése. Egyenletekre akarja bontani, ábrákká egyszerűsíteni, meg akarja oldani a rejtét, matematikai szabályszerűségeket keres az emberi viselkedésben. Így akarja megjósolni az emberiség jövőjét. Pszichohistóriának nevezte el ezt a tudományt. Nem hiszem, hogy egy órai beszélgetés után ne tett volna említést róla ön előtt. Monomániás. Nem érdekli őt semmi más. Vazília fürkész tekintettel vizslatta Béli arcát, aztán diadalmasan felkiáltott. <laughs> – Látom, magának is beszélt róla. – Akkor biztosan azt is elmondta, hogy a hagyományos és az emberformájú robotok csak annyiban érdeklik, amennyiben közelebb viszik az emberi agy megismeréséhez. – Igen, ezt is hallotta már tőle. – Biztos, hogy ez irányú kutatásai közben született meg az az új elmélet is, amely lehetővé tette az első emberformájú robotok megépítését. Azért titkolja el mindenki elől a lényeget, mert élete hátralévő részében, ami körülbelül két évszázad, teljesen önállóan akarja megfejteni az emberi agy minden titkát. Minden egyebet alárendel ennek a célnak. Velem is ezt tette. Béli megpróbált szembeszállni Vazília dühével, és halkan megkérdezte. Hogy érti ez, doktor Vazília? Amikor megszülettem, hozzám hasonló gyerekek közé kellett volna kerülnem." Olyan szakemberek gondoskodtak volna rólam, akik értenek a csecsemő ápoláshoz. Nem lett volna szabad egyedül maradnom egy amatőr mellett, akár apa, akár tudós az illető. Nem lett volna szabad megengedni, hogy azt tegye valaki egy gyerekkel, és nem is engedték volna, ha nem Dr. Fro van szó. Ő viszont minden befolyását és egész kapcsolatrendszerét felhasználta. Valamennyi fontos embert sikerült meggyőznie, és elérte, hogy az ő felügyelete alá helyezzenek. Doktor Fasztov szerette magát. Szeretett? Bármilyen más csecsemő megfelelt volna neki, de én voltam kéznél. Egy növésben lévő gyermek agyára volt szüksége. Alaposan tanulmányozni akarta a fejlődési folyamatát. Látni szerette volna, hogyan válik egyre bonyolultabbá egy viszonylag egyszerű emberi agy szerkezete. A cél érdekében abnormális környezetben nevelt fel. Körmönfont kísérleteket hajtott végre rajta. Nem vette figyelembe, hogy én is emberi lény vagyok. Mm -mm, nem hiszem el, amit mond, szállt vitába Béli. Lehet, hogy az apja kísérleti alannak használta, de akkor is emberi módon bánt magával. Nem igaz! Maga úgy beszél, mint minden földlakó. A földön bizonyára számítanak valamit a biológiai kapcsolatok. Itt nem. Dr. Fasztolf kísérleti alanynak használt. Ezen kár is tovább vitatkozni. Még ha kezdetben így is gondolkodott, később bizonyára megszerette a gondjaira bízott kicsi, tehetetlen emberi lényt, érvelt a nyomozó. Még ha nem is lett volna meg a rokoni kötelék, és mondjuk egy állatot bíztak volna rá. Őt is megtanulta volna szeretni. Csak ugyan? Fakadt ki Vazilia keserűen. Magának fogalma sincs arról, mennyire közönyös ember dr. Fasztolf. Ha az életem árán gyarapíthatta volna a tudását, gondolkodás nélkül végzett volna velem. Ez nevetséges, dr. Vazília. Jóságosan és szeretettel bánt magával, és ezért kegyed is megszerette őt. Ezt tudom. Azután egyszer csak felajánlkozott neki. Persze, ezt is elmondta magának. Nem csodálkozom rajta. Még ma is abban reménykedik, hogy zavarba tud hozni ennek az elhíresztelésével. <laughs> – Hát igen, felajánlkoztam neki. – Miért ne tettem volna? Ő volt az egyetlen férfi, akit igazán ismertem. Látszólag kedves is volt hozzám, és én nem láttam a maszk mögé. Természetes, hogy őt szemeltem ki partnernek. Egyébként is gondoskodott róla, hogy mesterséges körülmények között tervszerűen szexuális ingereknek tegyen ki – Elkerülhetetlen volt, hogy hozzáforduljak. Nem volt senki más a közelemben, ő pedig visszautasított. És maga ezért meggyűlölte? Nem, kezdetben még nem. Évekig nem gyűlöltem meg, annak ellenére, hogy akadályozta és eltorzította a szexuális fejlődésemet. És ennek egyébként még ma is érzem a hatását. Nem hibáztatom őt, nem tudtam róla eleget. Mentegetni próbáltam magam előtt olyasmikkel, hogy nagyon elfoglalt, más szeretői vannak, hogy idősebb nőket kedveli. Maga is meglepődne, ha tudná, mennyire naívan próbáltam megmagyarázni a visszautasításokait. Csak évekkel később jöttem rá, hogy valami nincs rendjén, és végül szemtől szembe nyíltan megbeszéltük a dolgot. Megkérdeztem tőlem, miért utasított vissza, és hozzátettem. Ha igent mondasz, azzal a normális útra terelted volna a fejlődésemet, és minden bajom megoldódott volna. Vazília elhallgatott, nagyot nyelt, és egy pillanatra eltakarta a szemét. Béli zavarban volt, dermedten várta, hogy a nő lehiggadja. A robotok közömbösen álltak a helyükön. Béli úgy tudta, pozitron tekervényeik alkalmatlanok az emberi lények érzelmi eredetű zavarodottságának érzékelésére. Amennyire mennyire csak tehette kibújt a válaszadás elől folytatta Vazília. De én újra és újra megkérdeztem tőle, miért utasítottál vissza? Tudtam, hogy nem önmegtartóztató típus. Emlékszem, felmerült bennem, esetleg csak arról van szó, hogy a fiúkat jobban kedveli. Ha valaki nem akar gyereket, nem számít, melyik nemet részesíti előnybe. Egyes férfiak visszataszítónak találják a nőket. És ha már itt tartunk, hozzá kell tennem, hogy fordított példák is vannak. De annál a férfinál, akit maga az apámnak nevezett, más volt a helyzet. Ő örömét lelte a nőkben. Gyakran fiatal szeretői voltak. Épp olyan korúak, amilyen én voltam, amikor először felajálkoztam neki. Újra megkérdeztem tőle, miért utasítottál vissza? Végül aztán válaszolt. Találja ki, mit mondott. Vazília gúnyosan elhallgatott. Béli zavartan fészkelődött. Azt, hogy nem akar a saját lányával szeretkezni? kérdezte elhaló hangon. Ó, ne játsszam már előttem az ostobát! Mit számít az, kinek a lánya voltam? Mert hogy az aurórán szinte egyetlen férfi se ismeri a saját lányát, és néhány évtizeddel fiatalabb nőkkel való szeretkezésnél mindig fennáll az eshetősége annak, hogy... De hagyjuk ezt, hiszen nyilvánvaló, hogy másról van szó. Azt válaszolta, pontosan emlékszem minden szavára. Te szerencsétlen, ha ilyen kapcsolatba kerülnék veled, hová lenne az objektivitásom? Akkor nem lenne értelme, hogy tovább tanulmányozzalak. Akkoriban már tudtam, hogy érdekli őt az emberi agyműködése. Sőt, még követtem is a példáját. És robot szakértővé képeztem ki magam. Zsizkárdal is ilyen szempontból próbálkoztam, és megkíséreltem átprogramozni. Elég jól sikerült, ugye, Zsiszkárd? Való igaz, kis kisasszonyom, felelte a robot. De már láttam, hogy az a férfi, akit maga apámként emleget, nem vesz ember számba. Képes volt végignézni, hogy életre szóló lelki sérüléseket szerezzek, mert félt, hogy máskülönben csorbát szenved az objektivitása. A kutatásai fontosabbak voltak számára, mint az én normális fejlődésem. Akkor tudtam meg, hányadán állunk. És elhagytam őt. Súlyos csend következett. Béli halántéka enyhén lüktetett. Számos kérdést fel tudott volna tenni. Nem tarthatta volna Vazília tiszteletben egy nagy tudós emberi önzését? Azt, hogy a hatalmas horderejű felfedezésekben dolgozik? Nem próbálkozhatott volna meg azzal, hogy elfelejtse, amit az apja talán magából kikelve ejtett ki a száján, mert dühös volt, hogy beszélnie kell egy olyan témáról, amelyet nem szívesen érint? Nem éppen ugyanilyen haraggal mondta el most ő is a maga véleményét. Nem kellett volna saját normalitását, ki tudja, mit értezen, alárendelnie az emberiség talán két legfontosabb problémájára, az emberi agy működése és a galaxisban való megtelepedés megoldásának. Nem lehet, hogy ez ugyanúgy önzés, ráadásul így kevesebb mentséget találhat a maga tartására. De hiába fogalmazódott meg Béliben a kérdések tömkelege, egyiket sem merte kimondani. Nem tudta, hogyan kellene fogalmaznia ahhoz, hogy a nő megértse őt, és abban sem volt biztos, hogy ő maga megértenie a válaszokat. Mit kereső ő ezen a bolygón? A sok-sok magyarázat ellenére képtelen megérteni a helyi szokásokat, és az értetlenség kölcsönös. Sajnálom, doktor Vazília, mondta fáradtam. Megértem a haragját, de ha egy pillanatra meg tudna feledkezni az indulatairól, és inkább dr. Fasthoffnak a meggyilkolt robot ügyében játszott szerepére gondolna, beláthatná, hogy most egészen másról van szó. Lehet, hogy a doktor még a kegyed boldogságát is feláldozta azért, hogy elfogadhatatlanul és objektívan tudja vizsgálni a viselkedését. De ez még nem zárja ki, hogy ártatlan az emberformájú robot elpusztításában. Vazilia elvörösödött. – Hát nem érti, mit mondok, földlakó? – ordítottam. – Azt hiszi, azért meséltem mindezt el, mert úgy gondolom érdekli magát az életem szomorú története. – És ha már itt tartunk, azt hiszi, élvezem az e féle kitárulkozást? – Mindezzel csak azt akartam bebizonyítani, hogy dr. Hán Fasztolf, akiről maga újra és újra elmondja, hogy biológiai értelemben az apám, igenis elpusztíthatta Jandert. – Persze, hogy ő tette – Eddig magamban tartottam ezt, mert senki sem volt akkora idióta, hogy megkérdezze tőlem, és mert indokolatlanul bár, de még mindig érzek valami tiszteletet az iránt az ember iránt. De most, hogy megkérdezte, nem titkolódzom tovább, és az aurórára mondom, továbbra is hangoztatni fogom, hogy már mindenki előtt, ha kell, nyilvánosan is. Biztos vagyok abban, hogy dr. Hám Fasztov pusztította el Jander Pannelt. Most elégedett? Béli elszörnyedve nézett a magából kivetkőzött nőre. Először hebegni kezdett, és csak nagy erőfeszítéssel sikerült értelmes szavakba öntenie a gondolatait. – Nem értem, doktor Vazília. Kérem, próbáljon megnyugodni. Gondolkozzon. Miért pusztította volna el doktor Fasztó Faszt a robotot? Mi köze ennek ahhoz, ahogyan magával bánt? Talán valamiféle megtorlást lát lenne? – Vazília gyorsan szedte a levegőt, és a jelek szerint nehezére esett nyugalmat erőltet a magára. Béli önkéntelenül is észrevette, hogy bár a nők kisebb termetű glédiánál a mellei nagyobbak. Már mondtam magának, földlakó, hogy dr. Hánfásztolfot csak is az emberi agy működésének megfigyelése érdekli. Nem habozott stressz helyzetet előidézni, hogy tanulmányozhassa a reakciómat. Kedvelte a különleges agyakat, például a csecsemőkét mert ezeknek a fejlődését jobban figyelemmel kísérhette. Csak az volt számára a fontos, hogy a vizsgált agy valamilyen szempontból eltérjen a szokványostól. De mi köze ennek a... Talán kérdezzem meg saját magától, mi keltette fel az érdeklődését az idegen nő iránt? Hogy miért érdeklődött Glédia iránt? Nos, erről én magát Fasztolfot kérdeztem meg, és válaszolsz is a kérdésemre. Glédia kegyedre emlékeztette őt, és valóban szembetűnő a hasonlóság. Amikor először hallottam ezt magától, jót derültem rajta, és megkérdeztem, hisze Fasztófnak? Most újra ezt kell kérdeznem. Elhiszi neki? Miért ne? Azért, mert nem igaz. Lehet, hogy először csak ugyan a hasonlóságok keltette fel az érdeklődését, de a legfontosabb tényező mindvégig Glédia idegensége volt. Ő a szolárián nevelkedett más környezetben, az auróraitól eltérő társadalmi viszonyok között. Így Fasztolf egy olyan agyat tudott tanulmányozni, amely másképp működik, mint a miénk, és a működése tudományos szempontból sok érdekességgel szolgál. Érti már? Egyébként mit gondol földlakó, maga miért érdekes a számára? Annyira buta lenne, hogy azt képzeli, maga meg tud oldani egy aurórai problémát, amikor semmit sem tud a világunkról. Déniel váratlanul közbeszólt. Béli egészen meglepődött, amikor meghallotta a hangját. – Doktor Vazília, – mondta Déniel. – Iláj kollégám már megoldott egy problémát a szolárián, holott arról a világról sem tudott semmit. – Igen, így van, – ismerte be Vazília keserűen. – És ezt egy hipervíziós dráma jó voltából az összes többi világon is tudják. A villám is becsaphat egyszer a házba, de szerintem dr. Hanfasztoff nem bízik abban, hogy valamivel később másodszor is becsap ugyanoda. Nem, földlakó. Őt is csak a maga gondolkodás módja érdekelte. Főleg azért, mert idegen. Így birtokolhat és manipulálhat egy idegen agyat, nem feltételezi dr. Vazília, hogy amikor egy ilyen az Aurora szempontjából döntő fontosságú problémáról van szó, dr. Fasztolf kockázatot vállal, és egy szokatlan agy tanulmányozása érdekében olyas valakit hív ide, akiről tudja, hogy egyébként haszna vehetetlen. Miért ne kockáztatná meg? Hiszen éppen azt akartam mondani. Az ő hite szerint nem létezik olyan válság, amely fontosabb az emberi agy titkának a megfejtésénél. Pontosan meg tudom mondani, mit felelne magának, ha megkérdezné tőle, mit gondol erről. Az auróra felemelkedhet, vagy összeomolhat. Jöhet virágkor, vagy hanyatlás. Az emberi agynál nincs fontosabb. Ő a pszichohistóriáról ármadozik, és hiszi, hogy okos irányítás mellett egy évtized alatt helyre lehet hozni egy évezred mulasztásainak és rossz döntéseinek a következményeit. Dr. Fasztorf mindig ugyanazokat az érveket hozza föl, akár egy hazugságot, akár valamilyen kegyetlenséget akar igazolni. Minden tettével az agykutatás céljait szolgálja. Dr. Fasztorfról nem tudok kegyetlenséget feltételezni. Kevés nálánál jó indulatúbb emberrel találkoztam. Nem mondja, mennyi időt töltött el a társaságában? Három évvel ezelőtt a földön néhány órát itt az aurórán pedig most egy teljes napot. Szóval egy napot, egy teljes napot. Én pedig 35 éven át szinte folyamatosan ott voltam mellette, és tisztes távolból azóta is figyelemmel kísérem a szakmai ténykedését. Maga pedig egy teljes napot töltött a társaságában földlakó. És ez idő alatt egyszer sem ijesztette, vagy alázta meg magát. Béli hallgatott, eszébe jutott a váratlan fűszertartós támadás, és Déniel közbeavatkozása, a külvilágnak álcázott bizalmas, és a hosszú séta a szabad ég alatt. Amely azt volt hivatni, kipróbálni, hogy tud-e alkalmazkodni a külvilághoz. Látom, van már ilyen jellegű tapasztalata, mondta Vazília. A maga arcvonásai földlakók nem is leplezik olyan jól az érzelmeit, mint gondolnám. Elmesondával nem fenyegetődzött Fasztolf? Megemlítette, felelte Kurtán Béli. Tehát már az első napon megemlítette. Gondolom maga nem repesett a boldogságtól. Valóban nem. És volt rá oka, hogy szóba hozza a vizsgálatot? Ó, oh, hogy ne? Vágta rá Béli gyorsan. Azt mondtam neki, egy pillanatra eszembe jutott valami, amit aztán elfelejtettem. Így teljesen jogosan javasolta a szondázást, amelynek során esetleg visszatérhet az a gondolat. Fasztof nem mondott igazat, ugyanis ilyen célból veszélyes lenne elme szondázást végezni. Ha megpróbálnák, könnyen maradandó agykárosodást okozhatnának vele. De bizonyára nem lenne ennyire veszélyes, ha egy olyan kiváló szakember végezni, mint például Dr. Fasztof. Még hogy ő, hiszen azt sem tudja, mi terem egy ilyen szondázás. Ő elméleti szakember, a gyakorlathoz nem ért semmit. Akkor valaki más végezné el a vizsgálatot. Valójában nem mondta, hogy ő akarja megcsinálni. Nem, földlakó, senki sem tudná biztonságosan elvégezni. Gondolkozzon! Ha lenne valaki, akire az ember nyugodtan rábízhatja magát, dr. Hán fáztolfot pedig csak ugyan annyira mélyen megindította a robot működésképtelenné tétele, akkor miért nem jelentkezett ő a pszichoszondázásra? Ő maga? Nem mondja, hogy nem gondolt még erre. Minden józanul gondolkodó ember arra a következtetésre jutna, hogy fásztolf bűnös. Egyedül az szól az ártatlansága mellett, hogy nem vállalja magára a bűncselekményt. Akkor viszont az ártatlansága bizonyítására miért nem veti magát alá a vizsgálatnak? Ha igaz, amit állít, akkor az agya mélyéről se lehetne előkaparni terhelő bizonyítékokat. Javasolt ilyesmit dr. Fasztov? Nem. Nekem legalábbis nem mondta. Mert nagyon jól tudja, hogy egy ilyen vizsgálat életveszélyes. A maga esetében viszont nem habozott felvetni a lehetőséget, mivel meg akarja figyelni, hogyan működik az agya kiélezett helyzetben. Kíváncsi arra, hogyan reagál a félelemre. Vagy talán arra gondolt, hogy bármennyire veszélyes is a vizsgálat, az ő számára érdekes adalékokkal szolgál a maga földi agyának a működéséről. Nem tartja ezt kegyetlenségnek? Béli heves mozdulatot tett a jobb karjával mi köze ennek az ügyhöz, a, a robotöléshez? Az apám felfigyel Glédiára, arra a szoláriai nőre. Tudományos szempontból érdekesnek találta az agyát. Neki adta Jander robotot, hogy megtudja, mi történik, ha egy olyan nő, aki nem az aurórán nőtt fel, szembe kerül egy minden tekintetben emberi robottal. Tudja, hogy egy aurórai nő azonnal szexuális célra is megpróbálna felhasználni a robotot, és ez nem is ütközne semmiféle akadályba. Elismerem, nekem talán nehézségeim lennének, mert engem nem normális körülmények között neveltek fel, de a többi aurórai nőnek simán menne minden. A szoláriainak viszont komolyabb gondot okozhat a probléma, mivel ő egy robotoktól hemzsegő világban nőtt föl, és elég merev a robotokról alkotott felfogása. Apámnak nagyon sokat elárulhatott ez a viselkedésbeli különbség, mert ő pontosan az ilyen különbségek figyelembevételével próbálta megalkotni az agyműködés elméletét. Hanfasztól fél évig várt, míg a szoláriai nő eljutott arra a pontra, ahol megkezdődhetett a kísérlet. Béli közbevágott. Az apja semmit sem tudott arról, ami Glédia és Jander között történt. Ki mondta ezt magának, földlakó? Az apám? Vagy Glédia? Ha az apám, akkor ő természetesen hazudott. Glédia viszont valószínűleg azt hitte, ez az igazság. Biztos lehet benne, hogy Fastov tudta, mi történik. Tudnia kellett, hiszen tanulmányozta az emberi agyműködés lehetséges változásait, különös tekintettel a szoláriai viszonyokra. Aztán pedig arra gondolt, ezt olyan biztosan tudom, mintha olvasnék a gondolataiban, mi történne, ha a nő hirtelenjében minden ok nélkül elveszteni azt a robotot, akivel csak nemrég került bizalmas kapcsolatba. Azt tudta, mit tenne egy aurórai nő. Egy kis csalódottságot érezne és keresne valakit, aki helyettesíti az elveszett robotot. De mit tenne ugyanebben a helyzetben egy szoláriai? Így hát dr. Fasztov intézkedett. Üzemen kívül helyezte Jandert elpusztított volna egy elképesztően értékes robotot csak azért, hogy kicsinyes módon kielégíthesse a kíváncsiságát? – Ugye szörnyű kimondani? – Pedig dr. Hamfastov éppen ezt tette. – Menjen is vissza hozzá, a földlakó, és mondja meg neki, hogy vége ennek a gyerekes kis játszmának. Ha a bolygónk közvéleménye ma még nem is tartja őt bűnösnek, biztosan másképp fogják látni a helyzetet, miután elmondtam a magamét. Béli egy hosszú pillanatig döbbenten ült a helyén, Vazília pedig zord kárölömmel nézte az arcát. Durva vonásaival most egyáltalán nem hasonlított Glédiára. Úgy tűnt, nincs mit tenni. Béli felállt, öregnek érezte magát, mintha jóval többet élt volna 45 földi événél. Ezeknél az auróraiaknál egy 45 éves ember még gyermeknek számít. Minden eddigi próbálkozása eredménytelennek bizonyult, sőt, inkább kárt okozott a működésével, hiszen percről percre jobban szorult a hurok fasztóf nyaka körül. Béli felnézett az átlátszó mennyezetre. A nap magasan járt, de mintha túljutott volna már a pályája legmagasabb pontján. Egészen gyenge volt a fénye, és időnként vékony felhőfoszlányok vonultak el előtte. Vazília követte a szemével Béli pillantását, majd a széke mellett álló hosszú padra tette a kezét, és egy mozdulattal megváltoztatta a plafon képét. Erre a napvilághoz hasonló erős, narancssárga mesterséges fény árasztotta el a szobát. – Azt hiszem, a beszélgetésnek vége, földlakó – jelentette ki Vazília. – Nem szükséges újból találkoznunk egymással. Talán a legjobban tenné, ha elhagyná az aurórát. Már így is elég kárt okozott az apámnak, mondta szinte egyetlen hangon, komor az arcát. Bár igaz, hogy még nagyobb büntetést érdemelne. Béli elindult az ajtó felé, a két robot pedig csatlakozott hozzá. Jól van, uram, kérdezte Zsiszkát halkan. Béli vállat mondt. Mit válaszolhatott volna erre a kérdésre? Zsizkár, szólt oda Vazília. Ha dr. Fasztolf úgy találja, hogy a jövőben nem tud hasznosítani, beállsz hozzám alkalmazottnak? Zsizkár nyugodtan nézett vissza rá. Ha a dr. Fasztolf megengedi, akkor igen, kis kisasszony. Vazília ezúttal meleg, barátságos mosolyjal válaszolt. Kérlek, Zsizkár, gyere majd vissza hozzám. Még mindig ugyanúgy hiányzol, mint amikor elváltunk. Én is sokat gondolok magára, kis kisasszonyom. Béli visszafordult az ajtóból. – Doktor Vazília, használhatnám az épületben található bizalmast? Vazília tágra szemmel felelte. – Az intézetben csak nyilvános bizalmasok vannak földlakó, a robotjai majd elkalauzolják magát valamelyikhez. Béli Vazíliára bámult és megrázta a fejét. Nem lepte meg, hogy a nő nem akarja megfertőztetni egy földlakóval a környezetét. Mégis dübegurult. Inkább a harag sem, mint a logika mondatta vele búcsúzó. Doktor Vazília, én a maga helyében nem hangoztatnám, hogy doktor Fasztov bűnös. Hogyan mi akadályozhatna meg ebbet? Az, hogy maga is veszélybe kerülhet, ha napvilágot látnak a Gramionis ügy részletei. Ne nevettesse ki magát. Az előbb ismerte be, hogy nem szűrhettem össze a levet Gremionisszal. Nem egészen így fogalmaztam, csak annyit mondtam, nincs okom feltételezni, hogy közvetlenül összejátszott volna Grammy Jónisszal Jander elpusztítása érdekében. Továbbra is számolok azonban a közvetett konspiráció lehetőségével. Maga megőrült. Mit ért közvetett konspiráción? Ezt nem dr. Fasztolt robotjainak a jelenlétében fogom kifejteni, ha csak nem ragaszkodik hozzá. De hát miért is akarná hallani? nagyon jól tudja, mire gondolok. Bélinek semmi oka nem volt azt hinni, hogy Vazília beugrik a blöfnek. Könnyedén előfordulhatott volna, hogy a nyomozó csak tovább ront a helyzetén. De nem, mintha Vazília kisebbre húzta volna össze magát, és a homlokát ráncolta. Akkor viszont csak ugyan közvetett módon játszanak össze, gondolta Béli, csak azt nem tudom, milyen cél érdekében. Lehet, hogy ezzel sakban tarthatom a nőt, amíg rá nem jön, hogy blöffölök. Valamivel jobb hangulatban fordult át Vaziliához. Ismételten figyelmeztetem: Doktor Fastolfról egy szót se. Egy valamit nem tudott Béli: Azt, hogy mennyi időt nyer ezzel a manőverrel. Félő, hogy csak nagyon keveset. Gremionis. Béli újra a légpárnás autó első ülésén utazott, két oldalról közrefogták a robotot. Hálás volt nekik azért, hogy folyamatosan a gondját viselik, még a gép létükre nem is tudnak ellenszegülni a kapott utasításoknak. Pedig nem egyszerűen csak gépek, gondolta Béli, hanem kifejezetten jó gépek, és abban a világegyetemben, ahol élnek, sok a rossz ember. Ha már különbséget teszünk gépek és emberek között, akkor legalább olyan fontos elkülöníteni a jókat a rosszaktól. erről például nem lehet úgy gondolkodni, mint egy gépről. Ismét meg kell kérdeznem öntől, uram, jól érzi-e magát? Törte meg a csendet Zsiszkárt. Egészen jó, Zsiszkárt, felelte Béli. Örülök, hogy kijöhettem ide veletek. Az égbolt legnagyobb része fehér, vagy inkább piszkos fehér szín töltött. Gyenge szél fújt, a beszállás előtt Béli kifejezetten hűvösnek érezte a levegőt. – Iláj like, kollégám! – mondta Déniel. – Figyelmesen hallgattam dr. Vaziliával folytatott beszélgetésedet. Nem szívesen vonom kétségbe dr. Vazília igazát, de meg kell mondanom, hogy megfigyelésem szerint dr. Fasztolf kedves, jóságos ember. – Sohasem tapasztaltam szándékos kegyetlenséget a részéről, és amennyire meg tudom ítélni, a kíváncsisága kielégítése véget sohasem sértette meg egy másik ember alapvető érdekeit. Billy úgy látta Déniel arc kifejezése elszántságról és őszinteségről tanúskodik. – Akkor is védelmetbe tudnád venni dr. Fasztolfot, ha valóban kegyetlen és meggondolatlan lenne? Akkor megtehetném, hogy csendben maradok. De csendben is maradnál? Feltételezzük, hogy dr. Fasztov valóban bűnös. Ez esetben dr. Vazília becsületes, és ha én hazudom, akkor ártok neki az őszintesége megkérdőjelezésével. Ha hallgatok, dr. Fasztófnak ártok, mert így megerősítem az ellene felhozott igaz vádakat. Ha így is, úgy is nagyjából ugyanannyira ártanék magamnak is, hallgatnom kellene, ugyanis általában a tetleges sértés súlyosabb véteknek számít, mint az, amelyet a passzív cinkosság eredményez. Feltéve, ha mérlegelendő lehetőségek között csak ez a különbség. Ezek szerint okoskodott béli az első törvénynek, amely kimondja, hogy a robot nem okozhat kárt egy emberi lénynek, vagy nem tűrheti el, hogy a tétlensége folytán kárt szenvedjen az egyik fele, az első erősebb, mint a másik? Azt mondtad, az a robot, aki aktívan okoz ártalmat, súlyosabban vét a törvény ellen, mint az, aki passzívan teszi ugyanezt. A törvény csak megközelítően írja le a robotok pozitron agyának működési szabályait, ilály kollégám, nem tudok eleget ahhoz, hogy matematikai magyarázatokba bocsátkozzam, de ismerem azokat az elveket, amelyek alapján meghozom a döntéseimet. És mindig a tétlenséget kell választanod az aktivitással szemben, ha mindkettővel körülbelül ugyanakkor a kárt okoznál? Általában igen. És mindig az igazságot kell választanom a hazugsággal szemben, ha nagyjából ugyanakkor a kárt okoznék mindkettővel legalábbis általában így kell tennem. És ebben az esetben, amikor az ellenkezéseddel kárt okozol dr. Vaziliának, csak azért tudsz így cselekedni, mert az igazmondásod ellensúlyozza a másik törvénysértést? Így van, Iláj kollégám. De akkor is ezt mondtad volna, ha hazugság, feltéve, hogy dr. Fasztolf elég nyomatékosan utasított arra, hogy szükség esetén hazudj, ugyanakkor tagad le, hogy ilyen parancsot kaptál. Daniel rövid gondolkodás után megint csak azt felelte. – Így van, Eli kollégám. – Elég nehéz ügy ez, Daniel. Még mindig hiszed, hogy nem dr. Fastolf ölte meg Jander Panelt? – Dr. Fastolfot igaz embernek ismerem, Eli kollégám. Szerintem nem tett kárt Jandel barátomban. Pedig dr. Fastolf megjelölt egy figyelemreméltó indítékot, ami motiválhatta volna a tettét. Azután dr. Vazília is felvetett egy másikat, mely egészen más jellegű, de ugyanolyan súlyos, és még sokkal gyalázatosabb, mint az első. Béli eltűnődött. Ha a két feltételezés valamelyike nyilvánosságra kerülne, az egész világ bűnösnek tartaná dr. Fasztolfot. Aztán a nyomozó váratlanul Zsiszkárthoz fordult. És neked, Zsiszkár, mi a véleményed? Te régebben ismered dr. Fasztolfot, mint Daniel. Te is úgy véled, hogy ő nem pusztíthatta el Jandert? Úgy vélem, uram. Béli bizonytalan pillantást vetett a robotra. Zsiszkár egyszerűbb szerkezet, mint Daniel. Vajon ilyen esetben mennyire lehet megbízni a véleményébe? – Nem lehet, hogy kényszerűségből visszhangozza, amit Déniel mond? Ugye, doktor, Vaziliát is ismerted? kérdezte tőle Béli. Nagyon jól ismertem, felelte Zsiszkárt. És gondolom, szeretted is. Hosszú éveken keresztül szolgáltam, és egyáltalán nem esett nehezemre eleget tenni a feladatnak. Azt sem zavart, hogy belepiszkálta a programodba. Nagyon ügyesen csinálta. Képes lenne hazudni, ha az apjáról, akarom mondani, doktor Fasztolfról van szó? Zsiszkár habozott. Nem, uram, nem lenne rá képes. Akkor azt állítod, igazat mondott. Nem egészen, uram. Azt állítom, hogy ő igaznak hiszi azt, amit mondott. De miért hinne igaznak egy ilyen aljas vádat, ha az apja valóban olyan jóságos ember, ami ennek dénijel bemutatta? Dr. Vazilia fiatalságát megkeserítette néhány esemény, felete zsizkár vontatottam. Néhány olyan esemény, amelyekért ő, dr. Fasztolfot tartja felelősnek, és amelyekért bizonyos mértékig, még ha akaratlanul is, dr. Fasztolf valóban felelős lehetett. Meglátásom szerint dr. Fasztolf nem szándékosan alakította így az eseményeket, de az emberi lények tetteit nem a robotika egyértelmű törvényei irányítják, Éppen ezért az esetek többségében nehéz pontosan meghatározni az indítékot. – Ez igaz? – morogta Béli. – Nem lát reményt arra, hogy bebizonyítsa dr. Fasztolv ártatlanságát? – kérdezte Zsizkár. Béli a szemöldökét ráncolta. – Lehet, hogy csak ugyan nincs remény. Nem látok kiutat. Ha pedig dr. Vazília beváltja a fenyegetését, és tényleg beszélni kezd, de hiszen ön megparancsolta, hogy hallgasson, elmagyarázta neki, hogy ellenkező esetben veszélybe sodorja magát. Béli fejcsúválva válaszolt: Blöfföltem, csak ezt tudtam mondani. Akkor tehát felhagy a próbálkozással? Nem, felelte Béli nyomatékosan. Ha csak Fastolfról lenne szó, talán feladnám. Nem végül is milyen fizikai ártalom érni. Mint kiderült, a robotölés nem számít bűncselekménynek, csak szabálysértésnek minősül. A legrosszabb esetben dr. Fasztolf elveszíti politikai befolyását, és egy darabig talán nem folytathatja tudományos munkáját. Sajnálnám, ha ez lenne a sorsa, de az én lehetőségeim is végesek. És talán akkor is feladnám, ha csak magamról lenne szó. A kudarc nyomán elveszíteném a jó híremet, de hát téglák nélkül ki tud téglaházat építeni. Visszamennék a földre, ahol többé nem becsülnének meg úgy, mint régen, gyötrelmes, hozzám méltatlan életet élnék, de ezzel a lehetőséggel minden földlakónak szembe kell néznie. Nálam kiválóbb embereket is ért már ilyen méltánytalanság. Csak hogy most a föld jövőjéről van szó. Ha kudarcot vallok, akkor nem csak dr. Fasztolfot és engem ér fájdalmas veszteség, hanem a földlakók sem reménykedhetnének többé abban, hogy egyszer majd elhagyhatják a szülőbolygójukat. Ezért nem szabad belebuknom ebbe a feladatba. Így vagy úgy, de folytatnom kell a nyomozást, míg erőszakkal el nem távolítanak az auróráról. Béli szinte suttogva ejtette ki az utolsó szavakat, aztán hirtelen felkapta a fejét és ingerülten megkérdezte. – Miért állunk egy helyben, Zsizkár? – Kedvedet leled abban, hogy feleslegesen járatod a motort? Megbocsásson, uram, de nem mondta meg, hová vigyem. Igazad van, ne haragudj rám, Zsizkár. Legelőször is vigyél a legközelebbi nyilvános bizalmashoz. Lehet, hogy számotokra nem léteznek e problémák, de nekem van egy hólyagom, amelyet időnként ki kell ürítenem. Azután keres egy helyet a közelben, ahol haraphatok valamit. Gyomrom is van, amit viszont meg kell töltenem. Azután pedig Béli elhallgatott. Azután hová menjünk, Iláj kollégám? kérdezte Déniel. Őszintén szólva fogalmam sincs róla, Déniel, de miután végeztem ezekkel a fizikai teendőkkel, kigondolok valami okosat. És Bélinek e pillanatban az volt a leghőbb vágya, hogy ez valóban sikerüljön is. A légpárnás autó ezúttal nem suhant sokáig a felszín felett. Megállt és megrázkódott egy kicsit, s erre Bérinek szokás szerint összeszorult a gyomra. Ez az érzés ismét emlékeztette arra, hogy egy járműben ül, és véget ért átmeneti nyugalba, amit a robotok és a falak látványa a biztonságos bezártság tudata keltett. Az ablakokon keresztül minden irányban a fehér égboltot és a zöld lombokat, vagyis a külvilágot, a semmit látta nyugtalanul nyelt egyet. Egy kis építmény előtt álltak meg. – Ez a nyilvános bizalmas? – kérdezte Béli. – Több hasonló is van az intézet területén – felelte Déniel. – Ez a legközelebbi. – Gyorsan megtaláltátok. Ezek is rajta vannak a memóriátokba táplált térképen? – Igen, Iláj kollégám. – Ezt használja most valaki? – Lehet, hogy igen, Iláj kollégám – de három vagy négy személy is használhatja egyszerre. És most van hely? Minden bizonyal, illáj kollégám. Akkor engedjetek kiszállni, oda megyek és megnézem. A robotok nem mozdultak. Uram, mi nem mehetünk be önnel, mondta Zsiszkár. Tudom, Zsiszkár, ezzel én is tisztában vagyok. Nem tudunk megfelelő védőőrizetet biztosítani az ön számára, uram. – Béli a homlokát ráncolta. Egy egyszerű bagyú robotnak nyilván kevésbé rugalmas a gondolkodása. A nyomozó rájött. Fennáll a veszélye annak, hogy mivel a robotok nem akarják szem téveszteni, egyszerűen nem engedik kiszállni. Sürgetően Dénielhez fordult, akitől több megértést remélt. Nézd, nem tehetek arról, hogy nem tudjátok biztosítani a védelmemet. Déniel, most nincs más választásom. Engedj kiszállni! Zsizkár egy rettenetes pillanatig mozdulatlanul nézte Bélit, akinek átvillant az agyán, hogy a robot esetleg azt fogja javasolni, a közeli mezőn, a szabad ég alatt könnyítsen magán, akár egy állat. Végül Déniel törte meg a csendet. Azt hiszem, ebben az esetben engedélyeznünk kell, iláj kollégámnak, hogy tegye azt, amit jónak lát. Zsizkár viszont tovább akadékoskodott. Ha tud még várni egy rövid ideig, uram, akkor előbb én közelítem meg az épületet. Béli türelmetlenül fintorgott. Zsizkár lassan elindult a bizalmas felé, és a sarokhoz érve befordult, hogy megkerülje az építményt. Béli tudhatta volna, hogy amint a robot eltűnik a szem elől, neki még sürgetőbbé válik a dolog. Megpróbálta másfelé terelni a gondolatait. Az ablakon keresztül tanulmányozni kezdte a környéket. Csak hamar felfedezte, hogy többféle sötét hajszálakra emlékeztető, vékony húzalok rajzolódnak a fehér égboltra. Tulajdonképpen először nem is a drótokra lett figyelmes, hanem egy ovális tárgyra, amely lassan siklott a felhő réteg alatt. Rájött, hogy valójában egy viszintes húzalra felfüggesztett járművet lát, és miután a tekintetével mindkét irányban tovább követte ezt a húzalt, több hasonló drótot is észrevett. Valamivel távolabb egy másik jármű haladt, még messzebb egy harmadik, amely már csak apró, formátlan foltként jelent meg a szem előtt. Így nem is ismerte volna fel, ha nem látja a másik kettőt. A drótkötél pályán futó járművek nyilvánvalóan a robotikai intézet különböző részlegei között közlekedtek. Milyen hatalmas területen épült ez az intézmény, gondolta Béli, és milyen feleslegesebb. Mégsem foglal el túl sok helyet a felszínen, az épületek között elég nagy területek maradtak beépítetlenül, így aztán a növényzet és az állatvilág látszólag érintetlen maradt és háborítatlanul éli a maga életét. Legalábbis Béli így képzelte. Visszagondolt a szoláriára. Annak idején üresnek találta azt a bolygót, ahogy kétség kívül üres lehetett minden külső világ, ha ilyen a legsűrűbben lakott Aurora legfejlettebb vidéke is. Sőt, ami azt illeti, a szitiktől eltekintve a föld is kietlen volt. Persze azért a földön mégiscsak ott voltak a szitik. Billyre hirtelen rátört a honvágy, de igyekezett úr lenni érzelmei. Á, ah, barátom már be is fejezte a felderítést, jelentette Déniel. Béli mogorván vonta kérdőre a visszaérkező robotot. Nos, most már leszel szíves engedélyezni? Aztán elhallgatott. Belátta, hogy feleslegesen gúnyolódik, hiszen a robot úgysem veszi magára az eféle szurkálgatást. Nagyon valószínű, hogy pillanatnyilag senki sem használja a bizalmast, mondta Nagy Nagyszerű, akkor eredj az utamból. Béli kinyitotta a légpárnás kocsi ajtaját, és a keskeny, kavicsos ösvényre lépett. Sietősen elindult az épület felé, Déniel a nyomában. Az ajtóhoz érve Déniel Némán a nyitó gombra mutatott. Ő maga nem mert volna hozzá nyúlni. Ha határozott utasításom nélkül megérinteni a gombot, gondolta Béli, az feltehetőleg már a belépési szándékáról tanúskodna, az ő robotagyának pedig még gondolnia sem szabad ilyesmire. Béli kinyitotta az ajtót és belépett. A két robot kint várakozott. A nyomozónak csak a belépés pillanatában jutott eszébe, hogy Zsiszkárt nem járhatott ideben, így csak az épület külső szemrevételezése alapján feltételezhette, hogy nincs benn senki. Ez pedig egyáltalán nem mondható biztos módszernek. Béli aggodalommal gondolta arra, hogy az aurórára érkezése óta most először van egyedül, távol a védelmére kirendelt robotoktól, akik nem léphetik át egykönnyen a küszöböt, ha valami baj történik. Mi van akkor, ha még sincs egyedül idebent? A vazília, aki tudta, hogy egy bizalmast keres, riadóztatta az ellenséget, az pedig itt bújkál most az épületben. Bérinek egyszerre kellemetlen érzése támadt. Nyugtalanította, hogy olyan helyzetbe került, amilyen a földön nem fordulhatna elő vele. Teljesen fegyvertelenül kell szembenéznie a veszéllyel. Nem volt magas épület. Fél tucat kis csésze és ugyanennyi kis mosdókagyló sorakozott egymás mellett. Zuhanynak, ruhafrissítőnek és borotva készüléknek semmi nyoma. Hat egymástól elválasztott fülke is volt az épületben, mindegyikbe egy kis ajtón keresztül lehetett bejutni. Talán az egyik ilyen fülkében várakozik valaki. Az ajtók alja és a padló között széles rés tátongott. Béli óvatosan lépkedett, és minden ajtó előtt lehajolt. Benézett, nem lát el lábakat. Aztán sorra feltépte az ajtókat, készen arra, hogy a következő pillanatban az ajtót becsapva futásnak kell erednie a külvilág felé. Valamennyi fülke üres volt. Béli körülnézett, hogy megbizonyosodjék róla, máshol nem bújhatott -e el az ellenség. Sehol senki. Ekkor visszament a bejárati ajtóhoz, de nem talált rajta zárszerkezetet. Mindjárt eszébe jutott, hogy ez észszerűtlen is lenne, hiszen a bizalmast szükség esetén egyszerre többen is használhatják, és az, hogy egy fülke foglalt, még nem jelenti azt, hogy senki más nem léphet be a külső ajtón. De Bélinek most már nem lett volna érdemes kimennie, hogy másik bizalmast keressen, hiszen nyilván mindegyik ugyanilyen veszélyes, és egyébként sem nagyon halogathatta tovább a dolgát. Egy pillanatig nem tudta eldönteni, melyik csészét használja. Tulajdonképpen bármelyikhez odaléphetne, ahogy bárki más is odaléphetett akármelyikhez. Végül rákényszerítette magát a döntésre, és odalépett az egyik csészéhez. Tudatában volt védtelenségének, ugyanakkor feszülő hólyagja is gyötörni kezdte. Érezte, hogy azonnal könnyítenie kell magán, de kénytelen volt kivárni, hogy elmúljon a félelme. Még akkor is attól remegett, hogy beléphet valaki a külső ajtón már nem kifejezetten az ellenségtől félt, bárkitől megijedt volna. Aztán arra gondolt, a robotok néhány percig akárkit képesek feltartóztatni. Így végre sikerült megnyugodnia. Elvégezte a dolgát, megkönnyebbült. Már fordult volna vissza a mosdóhoz, amikor – Maga Iláj Béli? – harsant fel a háta mögött egy viszonylag magas, ideges hang. A nyomozó mozdulatlanná dermet. Minden balsejtelme és elővigyázatossága ellenére sem vette észre, hogy valaki belépett a helységbe. Figyelmi teljesen lekötötte a vizelés egyszerű művelete, holott ezt teljesen öntudatlanul is elvégezhette volna. Talán öregszik? A hang minden esetre egyáltalán nem volt fenyegető, vésztjósló, bár Béli talán csak azért érezte így, mert biztosra vette, hogy a két robot, de főleg Déniel nem engedett volna belépni olyas valakit, aki fenyegetheti az ő biztonságát. Így csak a belépés ténye zavarta. Világ életében egyedül tartózkodott az eféle helyen, most pedig még meg is szólította egy idegen. A földön egy dolgát végző ember magányát maximálisan tiszteletben tartották, és Béli a szolárián és egészen eddig az aurórán is kizárólag egy személyes bizalmasokban járt. A hang ismét megszólalt, most már türelmetlenebbül. – Hé, tudti, hogy maga Eli Bailey? A nyomozó lassan megfordult. Középmagas férfi állt előtte. Jó szabású, ízléses ruhája kék árnyalatokban pompázott. Világos bőre, világos szőke és valamivel sötétebb színű bajusza volt. Béli döbbenten nézte ezt a különös kis szörcsíkot a férfi orra alatt. Életében először látott bajuszos űrlakót. Amikor végre felelni tudott, szégyelte magát azért, hogy egy bizalmasban szóba elegyedik valakivel. – Én vagyok Iláj Béli – mondta. Még a saját fülében is reszketős, bizonytalan suttogás félének hallatszott a hangja. Az űrlakó sem találta túlságosan meggyőzőnek a kijelentést. Hunyorogva válaszolt. Odakint a robotok azt mondták, itt találom Eli Bailit, de maga egyáltalán nem úgy néz ki, mint a hipervízió. Egyáltalán nem. Ez is azon a szerencsétlen filmen lovagol, zsörtölődött magában Béli. Úgy látszik, nincs ember, akit ne fertőzött volna meg az a lehetetlen feldolgozás. Kezdetben nem akarják elhinni róla, hogy ő is csak egy ember, gyarló emberi lény. Később pedig, amikor rájönnek gyarlóságára, csalódottságokban bolondnak nézik. Bosszusan visszafordult a mosdó felé. Leöblítette, majd bizonytalanul megrázogatta a kezét. A meleg levegővel működő szárító automatát kereste. Az űrlakó megérintett egy kapcsolót, aztán, mint egy a semmiből, vékony törülköző csíkot varázsolt elő. – Köszönöm – mondta Béli, és elvette a törülközőt. A hipervízióban nem engem látott, egy színész játszotta el a szerepemet. Tudom, de választhattak volna olyat is, aki jobban hasonlít magára, nem igaz? Felelte az űrlakó egy kicsit panaszosan, aztán témát váltott. Beszélni akarok magával. Hogyhogy hogy beengedték a robotjaim? A jelek szerint ez a tény is bosszantotta Bélit. Kis hiány nem sikerült bejönnöm, magyarázta az űrlakó. Fel akartak tartóztatni, én meg csak egy robotot hoztam magammal. Úgy kellett tennem, mintha nagyon sürgős dolgom lenne ide De így is megmotoztak, végig tapogattak, hogy megnézzék, nincsen állam valamilyen veszélyes tárgy. Ha nem lenne földlakó, feljelenteném magát emiatt. Nem adhatja parancsba a robotjainak, hogy megszégyenítsenek egy másik embert. Sajnálom, mondta Béli hűvösen, de nem én adtam ezt az utasítást. Mit akart tőlem? Beszélni akarok magával. Most éppen ezt teszi. Ki maga? Az ül lakó rövid habozás után bemutatkozott. Gremionis. Santrix Gremionis? Igen. És miért akar beszélni velem? Gremionis egy pillanatig mereven bámulta Bélit. Látszott rajta, hogy zavarban van. Hebegve válaszolt a kérdésére. Hogy már egyszer itt vagyok, ha megengedi, legalább, és megindult a wc észék felé. Amikor Béli rájött, mire készül Gremionis, undorral vegyes döbbenete a tetőfokára hágott. Sietve elfordult, és azt mondta, majd megvárom odakint. Ne, ne, ne menjen, tétakozott Gremionis elkeseredetten, szinte már nyőszítve. Csak egy másodperc az egész. Kérem! – Bélinek ebben a pillanatban a leghőbb vágya volt, hogy Gremionisszal beszéljen, ezért nem akart semmi olyasmit mondani, amivel esetleg megsértheti vagy elriaszthatja az űrlakót. Csak is ezért tette leget a kérésének. Továbbra is háttalál Gremionissznak, és az undortól még a szemét is szorosan behunta. Csak akkor tudott valamelyest lazítani, amikor oda odalépett mellé, egy másik bolyhos törülközőt gyűrögetve a kezében. Miért akar beszélni velem? kérdezte megint Béli. Glédia a szoláriai nő. Gremionis elbizonytalanodott, elakadt a hangja. Ismerem Glédiát, jegyezte meg Béli hűvösen. Én beszéltem Glédiával, tudja, távnézőn, és elmondta, hogy maga rólam kérdezősködött, aztán pedig megkérdezte tőlem, ártottam-e az egyik robotjának, egy olyan emberformájú robotnak, mint az, amelyik odakinnál. És ártott neki Mr. Graham Yonis. Nem, nem is tudtam, hogy van neki ilyen robotja, amíg... Maga azt mondta neki, bűnös vagyok? Én csak kérdéseket tettem fel Mr. Graham Yonis. Az űrlakó szorította a jobb kezét, és ideges mozdulattal a bal tenyeréhez dörzsölte. Nem akarom, hogy hamis vádak érjenek. – mondta zaklatottan. – Ebben az esetben pedig különösen nem, mert ez kihat a glédiával fennálló kapcsolatomra. – Hogyan talált meg? – kérdezte Béli. – Glédia kérdéseket tett fel nekem azzal a robottal kapcsolatban, és elmondta, hogy maga meg rólam kérdezte őt. Hallottam, hogy dr. Fasztóf ide hivatja magát, hogy megoldja azt a rejtét, ezt a robot robotügyet. A hipervízió híradóban mondták be, és Gremi úgy nyögte ki ezeket a szavakat, mintha szörnyen nehezére esne a beszéd. Folytassa, bíztatta Béli. Beszélnem kellett magával. Meg akarom győzni arról, hogy semmi közöm ahhoz a robothoz. Semmi közöm hozzá. Glédia nem tudta megmondani, hol találom magát, ezért Dr. Fastolfhoz fordultam. Tehát felhívta őt? Ó, de hogy! Én nem hiszem, hogy felmerném hívni olyan, olyan fontos ember. De Glédia felhívta őt helyettem. Glédia... Glédia ilyen. Dr. Fasztov megmondta neki, hogy maga a lányával, dr. Vazília Aliénával találkozik. Szerencsém volt, mert ismerem Vazíliát. Igen, tudom, hogy ismeri, mondta Béli. Gremionis zavartan nézett vissza rá. Honnan tudja? Őt is megkérdezte rólam? Gremionis eddig is nyugtalannak látszott, most viszont a jelek szerint kifejezetten nyomorultul érezte magát. Végül felhívtam dr. Vaziliát, aki azt mondta, hogy maga épp akkor ment el tőle, de valószínűleg megtalálom valamelyik nyilvános bizalmasban, és ez van a legközelebb dr. Vazilia házához. Biztos voltam abban, hogy nem vesztegeti az idejét és idehajtat, Világosan érvel, de hogy tudott ilyen hamar ideérni? A robotikai intézetben dolgozom, és az intézet területén van a házam. A robogómmal percek alatt ideértem. Egyedül jött? Csak egy robotot hoztam magammal. Tudja, két személyes a robogó. És a robotja most kint vár? Igen. Most mondja el még egyszer, miért akar találkozni velem? Meg akarom győzni magát arról, hogy semmi közöm ahhoz a robothoz. Soha nem is hallottam róla, amíg ez az ügy bele nem került a hírekbe. Most már beszélhetünk? Igen, de nem itt, felelte Béli határozottan. Menjünk ki! Milyen furcsa, hogy ekkora örömmel szabadult ki a falak közül a külvilágba. Ez a bizalmas valamiért idegenemnek tűnt számára, mint bármelyik más aurórai vagy szoláriai építmény. Még a mindenki számára nyitott ajtóknál is borzasztóbb volt az, hogy bárki nyíltan megszólíthatta a másikat. Mintha bizalmasnak pontosan ugyanolyan lenne a rendeltetése, mint bármely más épületnek. Persze a könyvfilmekben egy szó sem esett erről. Nyilvánvaló, hogy ezeket nem földlakóknak, vagy a többi 49 űrlakó világról érkezett turistáknak, hanem auróraiaknak szánták, amit erre doktor Fasztól is rámutatott. Elvégre a földlakók csak nagyon ritkán utaznak el a külső világokra, az aurórára pedig szinte sohasem jutnak el, és nem is számítanak szívesen látott vendégnek. Mi értelme lenne annak, hogy a könyvfilmekben köztudott dolgokról írjanak? Mindenki tisztában van azzal, hogy az auróra gömb alakú, a víz nedves, és bárki szabadon megszólíthat bárkit egy nyilvános, bizalmasban. Ráadásul ezzel nevetségessé válik a helyiség elnevezése is. Bélinek eszébe jutott, hogy a földön a nők számára fenntartott bizalmasokban a nők szünet nélkül karattyolhatnak, és az egyiküket sem zavarja. Ha ők megtehetik, akkor a férfiak miért nem? Még sohasem elmélkedett erről komolyan, fenntartás nélkül elfogadta a szokást. Most viszont szöget ütött a fejébe a gondolat. Ha a nők megtehetik, a férfiak miért nem? Hm, nem számít. Annak ellenére, hogy elméjét makacsul foglalkoztatta ez a kérdés, továbbra is leküzdhetetlen undorral töltötte el az iménti kellemetlen jelenet. – Menjünk ki! – javasolta megint. is tiltakozott. – De ott várakoznak a robotjai. – Na és? – Én négy szemköz szeretnék beszélni magával, mint férfi a... Férfival, dadogta az űdlakó. Gondolom azt akarja mondani, hogy mint űrlakó a földlakóval, javította ki Béli. Hát, úgy is lehet fogalmazni. A robotjainak jelen kell lenniük. Segítenek nekem a nyomozásban. De ennek az egésznek semmi köze a gyilkossági ügyhöz. Éppen ezt próbálom megértetni magával. Engedje meg, hogy efelől én döntsek, mondta Béli ellentmondást nem tűrő hangon, és kilépett az ajtón. Gremionis rövid tétovázás után követte. Déniel és Zsizkárt közönösen, türelmesen várakozott. Béli az aggodalom nyomát félte felfedezni Déniel arcán, bár az is felmerült benne, hogy csak ő képzeli oda ennek az érzelemnek az árnyékát arra az embertelenül emberi arcra. A kevésbé emberszerű Jiskard vonásaiból viszont még a legfantáziadúsabb a pszichológus sem tudott volna kiolvasni semmit. Egy harmadik robot is volt odakint, az lehetett Gremioni szép. Külseje arra utalt, hogy még zsizkádnál is egyszerűbb szerkezet, és egy kicsit kopottnak látszott. Gremionis nyilván nem tartozott a jómódú polgárok közé. Amikor Dénjel megszólalt, Béli úgy érezte, hogy a megkönnyebbültség meleg hangján intézi hozzá a szavait. Örülök, hogy jól vagy, Iláj kollégám. Nagyszerűen érzem magam, de azért kíváncsi lennék valamire. Bejöttetek volna, értem, ha meghalljátok, hogy segítségért kiáltok. Azon nyomban, uram, felelte Zsizkár. Annak ellenére, hogy a programotok szerint nem léphettek be a bizalmasba? Az ember megvédelmezése fontosabb ennél a tiltásnál, különösen akkor, ha önről van szó, uram. Így van, Iláj kollégám, helyesel Déniel. Ezt örömmel hallom, mondta Béli. Bemutatom Santirix Gramioniszt. Mr. Gramionis, ő Déniel, ő pedig Zsizkár. A két robot ünnepélyesen fejet hajtott, Gremion is csak egy pillantást vetett rájuk, és egy közönyös intéssel nyugtázta a köszöntést. Ő nem mutatta be a robotját. Béli körülnézett. Kezdett sötétedni. Megélénkült a szél, leült a levegő, és a nap teljesen eltűnt a felhők mögött. Homály borult a tájra, de ez nem rontotta el Béli hangulatát. Ő változatlanul örült, hogy kiszabadult a bizalmasból tovább emelte hangulatát az a felismerés, hogy jól érzi magát a külvilágban. Persze tudta, hogy most rendkívüli körülmények között lépett ki a szabadba, mégis sikernek könyvelte el ezt az eredményt. Már éppen Gremioniszhoz akart fordulni, hogy folytassa a beszélgetést, amikor valami mozgásra lett figyelmes. Egy nő közeledett a pázsiton egy robot kíséretében. Bár feléjük tartott, semmi érdeklődést nem tanúsított irántuk egyértelműen a bizalmas volt az úti célja. Béli kinyújtotta a kezét a nő felé, mintha meg akarná állítani, pedig a jövevény még jó harminc méterre volt tőlük. – Nem tudja, hogy ezt a bizalmas csak férfiak használhatják? – motyogta Béli. – Mi beszél? – kérdezte Gremionis. A nő öntudatosan jött tovább, Béli értetlenül nézte. Végül a kísérő robot megállt, a nő pedig belépett az építménybe. De hát nem léphet be oda, fakadt ki Béli tehetetlenül. Miért ne? Ez nyilvános bizalmas, mondta Gremionis. De férfiak számára van fenntartva? Emberek számára van fenntartva, helyesbített Gremionis, aki ugyancsak alaposan meg volt zavarodva. Mindkét nemnek? Ezt nem mondhatja komolyan. Hogy nem mondanám komolyan? Minden emberi lény igénybe veheti. Nem értem, mit kifogásol. Béli elfordult. Csak néhány perce állapította meg, hogy nincs ízléstelenebb és helytelenebb dolog, mint szóba elegyedni valakivel egy bizalmasban. Hiába is erőltette volna a fantáziáját, el sem tudta képzelni, hogy az ízléstelenséget fokozni is lehet, és egy nővel is találkozhatott volna odabent. A földi szokások szerint figyelmen kívül kellett hagynia azt a tényt, hogy mások is tartózkodnak a bizalmasban de mindedig elképzelhetetlen volt a számára, hogy ne tudja, férfiak vagy nők vannak-e körülötte. Mi lett volna, ha épp akkor lép be egy nő az épületben, ugyanolyan hanyagul és közönösen, mint ez itt, amikor ő a dolgát végzi? Vagy rosszabbul is járhatott volna, ha ő talál egy nőt odabent? Nem tudta, hogyan reagált volna arra a kínos helyzetre. Soha sem merült fel benne, hogy előfordulhat ilyesmi, és persze nem is került még soha hasonló helyzetbe. Minden esetre teljesen elviselhetetlennek találta a gondolatot. És ez sem szerepelt a könyvfilmekben. Azért nézte át azt az anyagot, hogy a nyomozás kezdetén legyen némi fogalma az auróraiak életmódjáról, de egyetlen igazán fontos dologról sem szerzett tudomást. Hogyan oldhatná meg Jander halálának a rejtéjét, ha minden egyes lépése a tudatlanságát bizonyítja? Egy pillanattal ezelőtt még diadalérzete volt, mert kisebb fajta győzelmet aratott a külvilág szörnyűségei felett. Most viszont a saját tudatlanságával találta magát szembe, és kiderült, hogy még azt sem tudja, mit nem tud. Igyekezett nem gondolni arra, hogy az a nő most ugyanazt a levegőt szívja, mint ő az imént reménytelen kétségbeesés lett túl rá rajta. Ekkor Zsizkád újra megkérdezte. – Nem érzi rosszul magát, uram? Nincs szüksége segítségre? A hangján ugyan nem érződött az aggodalom, szavai azonban féltő gondról árulkodtak. – Semmi vajon, jól vagyok, motyogta Béli, de menjünk innen, elálljuk az útját azoknak, akik használni akarják a bizalmast. Sietős léptekkel megindult a légpárnás autó felé, amely a kavicsos ösvény mögött a mezőn parkolt. Az ösvény másik oldalán egy kis kétkerekű jármű állt, amelyen egymás mögött két ülés volt. Béli rögtön tudta, hogy ez csak Gremionis robogója lehet. Közben rájött, hogy éjsége csak tovább rontja a közérzetét. Az ebéd ideje réges-rég elmúlt, ő pedig még egy falatot sem evett. Gremionishoz fordult, Beszélgessünk, de ha maga is úgy gondolja, közben ebédeljünk is meg. Persze csak akkor, ha még nem evett, és van kedve velem ebédelni. Hol akar enni? Nem tudom, az intézet dolgozói hol szoktak étkezni? A nyilvános étkezdében, felelte Gremionis, de ott nem tudunk beszélgetni. Van más lehetőség? Jöjjön el a házamba, javasolta mindjárt Gremionis. Persze, elegánsabb épületek is vannak erre de hát én alacsony beosztásban dolgozom. Minden esetre van egy-két szolgálatkész robotom, és rendesen meg tudjuk teríteni az asztalt. Tudja mit? Én brundíjjal, a robotommal felülök a robogóra, maguk pedig követnek minket. Igaz, hogy így a szokottnál lassabban kell haladniuk, de alig több, mint egy kilométerrel lakom innen. Két-három perc alatt odaérünk. És Gramionis félig futó lépésben el is indult a robogó felé. Béli utána nézett, és megállapította, hogy valami fiatalos pajkosság van a mozgásában. Nehéz lett volna megmondani, mennyi idős. Az űrlakókon nem látszik a koruk. Gramionis akár ötven éves is lehetett, de határozottan fiatalosan viselkedett. Majdnem úgy, mint egy tizenéves földlakó. A nyomozó nem tudta pontosan meghatározni, mi keltett ilyen hatást. Béli hirtelen az ember formájú robothoz fordult. – Déniel, te ismered Gremionist? – Még sohasem találkoztam vele, iláj kollégám. – És te, Zsizkár? – Én egyszer futólag találkoztam már vele, uram. – Tudsz róla valamit, Zsizkár? – Csak felszínes ismereteim vannak róla, uram. – Nem tudod hány éves? A jellemét sem ismered? – Nem, uram. – Mehetünk? – kiáltotta ekkor Gremionis. Eléggé fülsiketítő hangon beregett a robogója. Nyilvánvalóan nem légpárnás jármű volt, tehát a kerekei nem fognak a felszín fölé emelkedni. Brundi beült Gremionis mögé. Zsizkár, Déniel és Béli gyorsan beszálltak a légpárnás autóba. Gremionis nagy ívben rákanyarodott az útra. Haját hátra fújta a szél. Béli elképzelte, milyen érzés lehet egy ilyen nyitott járművön robogni, és hálás volt a sorsnak azért, hogy ő egy zárt kocsiban ülve sokkal civilizáltabb körülmények között utazhat. A robogó tompa dübörgéssel neki Gremionis pedig intett Bélinek, hogy kövessék. Brondi robot hanyag nem törődömséggel egyensúlyozott az ülésen, nem karolt át Gremionis derekát, ahogyan egy ember tette volna a helyében. A robogó látszólag sebesen haladt előre, de nyilván csak kis méretekeltette ezt az illúziót. A mögötte szinte légpésben haladó légpárnás autó kis hián elgázolta az apró járművet. – Egy dolgot azért nem értek – mondta Béli elgondolkodva. – Mit, Eli kollégám? – Vazília megvetően Borbénak nevezte Gremioniszt, aki ezek szerint többek között frizurákkal és ruhákkal foglalkozik. Egy szóval a divat szakmában dolgozik. Hogyan lehetséges akkor, hogy a robotikai intézet területén van a háza? Megint Gremionis. Néhány perccel később Béli megérkezett Gremillonis házához. Másfél napja tartózkodott az Aurórán, és eddig három itteni polgárnál járt. Fastoffnál, Glédiánál és Vaziliánál. Gremillonis volt a negyedik. Ez a lakóépület kisebbnek és olcsóbbnak tűnt, mint a többi. Béli, mint laikus bizonyos jelekből arra következtetett, hogy nem rég építhették. A belső térből itt sem hiányoztak a robotok számára kialakított falmélyedések, amelyek oly jellegzetes tartozékai minden aurórai háznak. Belépés után Zsizkár és Déniel gyorsan beállt egy-egy üres beugróba. Arccal a szoba felé fordultak, és némán mozdulatlanul várakoztak. Gremionis robotja Brundi majdnem ugyanolyan gyorsan foglalt helyet egy harmadik falmélyedésben. A robotok egy pillanatig sem gondolkoztak azon, melyiket válasszák, mégis mindhárman más-más beúrót vettek célba. Béli eltűnődött azon, hogyan tudják összehangolni tevékenységüket, és végül arra a következtetésre jutott, hogy nyilván az emberek számára észrevehetetlen jelekkel kommunikálnak. Ezt minden esetre meg kell majd beszélnie déni jellel, csak nehogy megfeledkezzen róla. Béli észrevette, hogy Gremionis is a fal mélyedéseket nézi. Az űrlakó egy pillanatra a felső ajkához emelte a kezét, és mutató végigsimított végig simított kis bajuszát. Egy kicsit bizonytalanul jegyezte meg. Az az emberi kinézetű robot nem fér el kényelmesen azon a helyen. Ugye ő Daniel Oliva, dr. Falstaff robotja? Igen, felelte Béli. Ő is szerepelt a hipervíziós drámában. Helyesebben nem is ő, hanem egy színész, aki jobban el tudta játszani a szerepét. Igen, emlékszem. Béli észrevette, hogy Vaziliához, Glédiához és Fasztolfhoz hasonlóan Gremionis is bizonyos távolságot tart tőle. Mintha valami láthatatlan, érzékelhetetlen taszító erőtér venné körül Bélit, amely elriasztja az űrlakókat a közeléből. Talán ezért kerülik meg őt olyan nagy évben, amikor elmennek mellette. Eltűnődött vajon Gremionis tudatosan tartja a távolságot, vagy reflexzerűen cselekszik, és mi történt azokkal a székekkel, amelyeken ült, az edényekkel, amelyekből evett, és a törülközőkkel, amelyekkel szárazra dörzsölte magát? Beérik az űrlakók egyszerű mosással, vagy különleges sterilizáló eljárást alkalmaznak? Netán kidobnak mindent, és új használati tárgyakat szereznek be? Miután elhagyja a bolygót, gőzöléssel fogják fertőtleníteni az általa meglátogatott házakat? Vagy most is, minden este így tesznek? És mi történik azzal a nyilvános bizalmassal, amelyet ma használt? Lebontják és újat építenek a helyébe? És az a nő, aki mit sem sejtve bement utána? Vagy éppen az ő feladata volt a feltőtlenítés? Béli azon kapta magát, hogy ostobaságokon jár az esze. A világ űr be ezzel az egésszel. az auróraiak dolga mit tesznek, és hogyan oldják meg a maguk gyártotta problémákat, ő ugyan nem fog ezen rágódni. Szent Józafát! hiszen megvan a maga baja. Jelen pillanatban éppen gremionis. A többi ráér ebéd után. Egyszerű, nagy részt vegetáriánus étrend szerint összeállított ebédet tálaltak fel Gremionis házában. Béli most először nem volt maradéktalanul elégedett az étellel. Természetellenesen intenzívek voltak az ízek, a sárgarépa kicsit túlságosan répa ízű, a zöld borsó pedig túlságosan borsó ízű volt. A földlakó vonakodva emelte a szájához a falatokat, de azért megpróbálta leplezni ellenérzését. Közben aztán rájött, hogy lassan hozzászokik az új, markánsabb ízekhez, mintha ízlelő bimbói telítődtek volna, és már nem is esik olyan nehezére elbánni a maradékkal. Szomorúan konstatálta, hogy ha továbbra is aurorai ételeket kell lennie, a földre visszatérve hiányolni fogja az itteni jellegzetes, jól elkülöníthető ízeket. Eleinte megdöbbentette, hogy a foga alatt ropog az étel, és e hang zavarhatja a társalgást. Később viszont már ez is kellemes izgalommal töltötte el. A földi étkezések sokkal csendesebben zajlanak, és neki otthon emiatt is hiányérzete lesz majd. Figyelmesen rákcsálta az ételt, tanulmányozta az ízeket. Talán az új világokon megtelepedő földlakók is ráállnak az új típusú űrlakó étrendre, különösen akkor, ha nem lesznek szakács és pincér robotjaik. Aztán Béli nyugtalanul arra gondolt, hogy ez nem csak időkérdése. Rajta Eli Béli nyomozón múlik, sor kerülhet az új gyarmatosításokra. A gondolat súlyos teherként nehezedett rá. Közben elfogyasztották az ebédet. Két robot kéztörlésre szolgáló előmelegített, benedvesített szalvétákat hozott be. Nem hagyományos szalvéták voltak, amikor Béli letette az övét a tányéra, az anyag mocorogni kezdett, aztán elvékonyodott és pókhálószerű képződményé alakult, majd hirtelen felemelkedett és a mennyezet eddig nyílásában kötött ki. Béli összerázkodott és tátott szájjal nézett az eltűnő tárgy után. – Most szereztem, újdonság – dicsekedett Gremionis. – Eldobható kéztörlő. Egyelőre nem tudom, mit gondoljak róla. Vannak, akik azt mondják, egy idő után eltömíti a szemetes nyílást. Mások szerint a szennyeződés egy része biztosan a tüdőnkbe jut. A gyártó persze tagadja ezt, de... Béri csak ekkor döbbent rá arra, hogy ebéd közben meg sem muckant, és Gremionis is hallgatott azóta, hogy az étel felszolgálása előtt röviden említést tettek Dénielről. A szalvétákra pedig kár volt szót vesztegetni. Mr. Gremionis, maga Borbé, – kérdezte Béli meglehetősen nyers hangon. A világos bőrű űrlakó elvörösödött. – Ki mondta ezt magának? – kérdezte elhaló hangon. – Bocsásson meg nekem, ha udvariatlan voltam, és nem a megfelelő szóval jelöltem meg a foglalkozását – szabadkozott Béli. – A földön senki sem találja sértőnek ezt a kifejezést. Haj – Haj és ruhatervező vagyok. Ez itt elismert művészi tevékenységnek számít az intézet alkalmazottainak a megbízását teljesítem. Újai ismét a bajszára tévedtek. Érdekes bajusza van, jegyezte meg Béli komolyan. Ez a divat az aurórán? Még nem, de remélem hamarosan elterjed. Egy arcot a szőrzet művészi alakításával még férfiasabbá lehet tenni. Minden a megformáláson múlik. Ez is a szakmámhoz tartozik. Persze vannak, akik túlzásokba esnek, a pallaszon az arcszőrzet megszokott dolog, de ott több színűre festik. Az összhatás kedvéért minden egyes szőrszálat külön színeznek be. Ezt azért már butaságnak tartom. A színek idővel megfakulnak, és akkor borzalmasan néz ki az egész. Bizonyos értelemben azonban még ez is jobb, mint a csupasz arc. Nincs kevésbé vonzó látvány, mint egy csupasz szörtelen arc. Ezt a jelmondatot magam találtam ki. Gyakran mondogatom a kuncsapjaimnak, és eddig nagyon hatásosnak bizonyult. A nők megvannak arcszörzet nélkül is, ők mást használnak helyette. A smith viszont... Gremionis gyorsan és halkan beszélt, meggyőző arckifejezése és szavai hipnotikus erőt árasztottak. Tágra nyílt szemmel őszintén nézett Bélire, akinek szinte fizikai erőfeszítést okozott, hogy ne kerüljön az űrlakó szavainak hatása alá. Mr. Gramionis, Ért maga a robotikához? Gremioniszt szemlátomást meglepte a kérdést, és egyébként is megzavarta egy picit, hogy félbeszakították az eszme futtatását. M Még hogy én? A robotikához? Igen, ezt kérdeztem. Dehogy értek hozzá. Én is használok ugyan robotokat, mint mindenki más, de fogalmam sincs arról, hogy milyenek belülről. És nem is nagyon érdekel. Akkor hogyan lehetséges az, hogy itt a háza a robotika intézet területén? Miért ne lehetne itt? kérdezett vissza Gramionis érezhetően ellenséges hangon. Ha egyszer nem robotikával foglalkozik, Gramionis fintorgott. Hülyeség, az intézet tervezői néhány évvel ezelőtt egy független, önálló közösséget akartak itt létrehozni. A saját szervizeink javítják a szállító járműveinket, azon kívül vannak robotjavító műhelyeink, orvosi rendelőink és mérnöki irodáink. Itt él az intézet valamennyi alkalmazottja, és mivel divatszakemberre is szükség van, itt lakom én is. Talán azért gondolja, hogy nem kellene itt laknom, mert valami kivetni való talál a szakmámban? Nem mondtam ilyesmit. Kremmi arcáról Béli gyors visszavonulása nyomán sem tűnt el teljesen az ingerültség. Az űrlakó elfordult, megnyomott egy gombot, majd rövid ideig behatóan tanulmányozott egy színes, négyszögletű valamit. Végül dobolni kezdett az ujjaival. Erre lassan leereszkedett egy gömb a mennyezetről, és körülbelül egy méterrel a fejük fölött megállapodott a levegőben. Úgy bomlott szét cikkelyekre, mint egy meghámozott narancs. Lágy hangefektusok kíséretében színes fények gyúltak a belsejében. A látni és a hallgatni való olyan tökéletes egységbe olvadt össze, hogy rövid idő elteltével az ámuló földlakó már szét sem tudta választani magában a kétféle élményt. Az ablakok elhomályosodtak, a gömbszeletek pedig még fényesebben ragyogtak. – Túl fényesnek találja? – kérdezte Gremionis. – Nem – felelte Béli némi hamozás után. – Háttérvilágításnak szántam, egy megnyugtató kombinációt választottam ki, amelynél zavartalanul beszélgethetünk. Aztán gyorsan hozzátette. Akkor talán rátérünk a tárgyra? Billy nagy nehezen elterelte figyelmét arról a valamiről. Gremionis nem nevezte meg, mi az. Ha a maga is jónak látja, én örömmel venném. Maga megvádolt engem azzal, hogy közön van annak a Jander robotnak a tönkretételéhez. Én csak a robot halálának a körülményeiről kérdezősködtem. De ezzel kapcsolatban az én nevemet is megemlítette, sőt, az előbb azt kérdezte tőlem, értek-e a robotikához. Tudom, mi volt a szándéka. Azt akarta hallani tőlem, hogy konyítok hozzá valamit, és ennek alapján akart megvádolni a robot működésének a megszüntetésével. A gyilkosság szót is használhatta volna. Egy robotot nem lehet meggyilkolni, Mindegy, milyen szóval mondjuk, én nem szüntettem meg annak a robotnak a működését, vagy ha úgy tetszik, nem gyilkoltam meg Yandert. – Mondtam már, hogy nem értek a robotikához. Semmit se tudok a robotokról. Egyáltalán hogyan juthatott eszébe, hogy én minden szállat el kell varnom Mr. Gremionis. Jander Glédiának a szoláriai nőknek a tulajdonát képezte, maga pedig jóban volt Glédiával. Így jutottam el magához. Mások is jóban lehettek vele, ennek semmi köze az ügyhöz. Azt állítja talán, hogy Glédia házában járva egyszer sem látta Jandert? Soha, egyetlen egyszer sem láttam, mondta Gremionis. Nem is tudta, hogy Glédiának van egy humanoid robotja? Nem. Tehát Glédia soha sem tett róla említést? A háza tele volt robotokkal, közönséges robotokkal. Nem említette, hogy van egy másfajta is. Béli vállat vont. Hm, jól van, egyelőre nincs okom feltételezni, hogy nem az igazat mondja. Akkor világosítsa fel erről Glédiát is. Ezért akartam beszélni magával. Ezt akarom kérni. Ragaszkodom hozzá. Maga szerint Glédiának van oka arra, hogy másként gondolja? Persze, maga telebeszélte a fejét. Az ügyel kapcsolatban az én nevemet is szóba hozta, mire ő feltételezte, de legalábbis elbizonytalanodott. A lényeg az, hogy ma reggel felhívott és megkérdezte, van-e valami közöm az ügyhöz. A válaszomat maga is tudja. Tehát tagadott? Persze, hogy tagadtam, méghozzá nagyon is határozottan, mivel az égvilágon semmi közöm az egészhez. De az én titkolózásom nem elég meggyőző. Azt akarom, hogy maga is mondja meg ezt neki. Tárja elé a véleményét, hiszen éppen most mondta, hogy valóban nincs közöm hozzá. Nem teheti tönkre a jó híremet, amikor nincs is bizonyítéka ellenem. Ezért feljelenthetem. És kinél jelentene fel? A személyi jogokat védő bizottságnál, a törvényhozásnak, ennek az intézetnek a vezetője, személyes jó barátja az elnöknek, és már küldtem neki egy részletes jelentést erről az ügyről. Látja, hogy nem vesztegetem az időmet. Megteszem a szükséges intézkedéseket. Gremionis megrázta a fejét. Talán elszántságát akarta így jellezni, de olyan szelíd volt az arca, hogy nem volt túl meggyőző a gesztus. – Nézze, Mr. Béli! – folytatta. – Nem a földön vagyunk. Mi itt védelem alatt állunk. Maguk kénytelenek összezsúfolva élni túl népesedett bolygójukon. Kaptárakban, hangyabolyokban laknak. Tülekednek, levegőt se kapnak egymástól, és nem számít egy ember élet. Mi az egymillióhoz képest? Maga sok történelmi regényt olvasott, mondta Béli, és igyekezett, hogy ne érződjön ki a hangjából, mennyire megveti Gremioniszt az előbbi kijelentéséért. Valóban olvastam történelmi regényeket, és azokban az igazat írják. Ha több milliárd ember él együtt egy bolygón, akkor ez óhatatlanul így van. Az aurórán viszont mindenkinek értékes az élete. Mindannyiunk számára fizikai védelmet nyújtanak a robotjaink. Az aurórán senkit sem ér támadás, gyilkosság pedig még elvétve se fordul elő. Jander esetétől eltekintve. Az nem volt gyilkosság, Jander csak egy robot. Minket, embereket a kevésbé veszélyes támadásoktól is megóva törvényhozásunk. A személyi jogokat védő bizottság szigorúan, nagyon szigorúan büntet minden olyan cselekedetet, amely sérti egy polgár jó hírét vagy veszélyezteti társadalmi pozícióját. Egy aurórai nagy bajba kerülne, ha azt merné tenni, amit maga. Na már most egy földlakó esetében én itt nyomozást folytatok, vágott közbe Béli, és ha jól tudom, éppen a törvényhozás kérésére. Nem hiszem, hogy dr. Fasztolf a törvényhozás engedélye nélkül idehozhatott volna engem. Lehet, hogy így van, ahogy mondja, de ez sem jogosítja fel arra, hogy áthágja a tisztesség szabta határokat. Akkor tehát panaszt tesz ellenem a törvényhozásnál? Először az intézet vezetőjét. Öt hogy is hívják? Kelden Amadírónak. Meg fogom őt kérni, hogy panaszomat terjesze a törvényhozás elé, és ugyebár ő tagja a testületnek. Ő a globalista párt egyik vezetője. Szóval jól teszi, ha egyértelműen glédia tudomására hozza, hogy teljesen ártatlan vagyok. Szívesen megtenném Mr. Gramionis, mert gyanítom, hogy csak ugyan ártatlan de csak akkor szerezhetek erről bizonyosságot, ha hajlandó válaszolni néhány kérdésemre. Remi Unis előbb habozott, aztán kihívóan hátradőlt a széken, és két kezét összekulcsolta a tarkóján, mint aki nyugalmat próbál színlelni. Ám törekvése sikertelen maradt. – Rajta, kérdezzen csak – mondta fölényesen. – Nincs semmi akargatni való. De miután végzett, felhívja Glédiát a távnézőn. Ott van a háta mögött és szépen beszámol neki az eredményről, mert különben nagyobb bajba kerülhet, mint gondolná. Értem, Mr. Gremionis. Előbb azonban megkérdezem, mióta ismeri dr. Vazilia Fasztolfot? Vagy Vazília Aliénát, ha ez a név többet mond magának? Gremionis tétovázott, majd feszült hangon megkérdezte. Miért kérdezi? Mi köze ennek az ügyhöz? Béli felsóhajtott, és szigorú vonásai még jobban megkeményedtek. – Mr. Gramionis, emlékeztetni szeretném arra, hogy nincs mit takargatnia. Meg akar győzni engem az ártatlanságáról, hogy ezután én is meggyőzhessem erről Glédiát. – Mondja meg, mióta ismeri dr. Vaziliát? – Ha nem ismeri, akkor mondja azt. De a becsületes játékszabályai megkívánják, hogy előre bocsássam. Dr. Vazília szerint maga igen jól ismeri őt, legalábbis erről árulkodik az a tény, hogy ajánlatot tett neki. Gremionis bosszusnak látszott, remegő hangon mondta. Nem tudom, miért kell ebből ilyen nagy ügyet csinálni. Egy ilyen ajánlat a társadalmi érintkezés legtermészetesebb módja, és csak az érintett felekre tartozik. Persze, maga a földlakó azért tulajdonít ekkora jelentőséget az ajánlatomnak – hogy tudom, doktor Vazília elutasította magát. Gremionis az ölébe ejtette ökölbe kezét. Csak is rá tartozik, elfogadja-e az ajánlatot, vagy elutasítja. Voltak olyanok, akik nekem ajánlkoztak fel, és én utasítottam vissza őket. Nem nagy ügy. Tehát mióta ismeri őt? Néhány éve, talán 15 éve. Már akkor ismerte, amikor még doktor Fasztól fal élt? – Én akkor még kisfiú voltam – felelte Grammy Jónis pironkodva. – Hogyan ismerkedtek össze? – Amikor befejeztem divattervezői tanulmányaimat, hívattak, hogy tervezzek neki egy szekrényre való ruhát. Tetszett a munkám, és attól fogva mindig az én szolgáltatásaimat vette igénybe. Most szigorúan csak a szakmai szolgáltatásra gondolok. Akkor ő ajánlotta be magát a jelenlegi munkahelyére a robotikai intézetbe is? Felismerte a tehetségemet. Másokkal együtt engem is kipróbáltak, és az én érdemem, hogy megkaptam az állást. De ő ajánlotta be magát? Igen, felelte Gremionis kurtán és bosszúsan és maga úgy érezte, csak úgy viszonyozhatja illően a szívességet, ha felajálkozik neki. Gremionis fintorgott és megnyalt a szája szélét, mintha valami kellemetlen ízt érezne. Ez így, guztustalam. Azt hiszem, csak egy földlakónak juthat eszébe ilyesmi. Csak azért tettem neki ajánlatot, mert kedvem telt benne. Azért, mert dr. Vazília olyan csinos és kedves teremtés? Gremionis habozott. Hát, azt éppen nem mondhatnám, hogy túlságosan kedves, de kétség kívül csinos nő. Úgy hallottam, maga mindenkinek felajálkozik, válogatás nélkül. Ez hazugság! Mi a hazugság? Az, hogy mindenkinek felajálkozik, vagy az, hogy én így hallottam? Az, hogy mindenkinek felajálkozom. Ki mondta ezt magának? Nem hiszem, hogy válaszolnom kellene erre a kérdésre. Mit szólna, ha elhíreztelném magáról, hogy másokra nézve kellemetlen információkat terjeszt? Akkor őszintén beszélne velem? Bárki mondta is, hazudott. Talán csak túlzott. Ezt megelőzően másoknak is felajálkozott már? Gremionis elfordította a tekintetét. Egyszer vagy kétszer, de azok nem voltak komoly ügyek. Doktor Vaziliával viszont komoly szándékai voltak. Hát, úgy tudom, többször egymás után is ajánlatot tett neki, és az ellenkezik az aurórai szokásokkal. Ó, az aurórai szokások! kezdte Gremionis dühösen. Aztán erősen összeszorította az ajkait, és Gonterhes arccal válaszolta. Mr. Béli, Beszélhetek magával bizalmasan? Hogy nem? Minden kérdésem azt a cél szolgálja, hogy meggyőződjek az ártatlanságáról, arról, hogy semmi köze Jander halálához. Nyugodt lehet, miután efelől sikerült megbizonyosodnom, bizalmasan fogom kezelni mindezt, amit hallottam magától. Akkor jó. Nem szégyellem azt, amit most mondani fogok. Csak tudja, nem szeretném kiteregetni a magánügyeimet. Ez pedig jogom van, nem de bár. A legteljesen mértékben, válaszolta Béli együttérzően. Tudja, nekem az a véleményem, hogy a szexuális kapcsolat akkor a legjobb, ha a partnerek komolyan vonzódnak és mély érzelmekkel viseltetnek egymás iránt. Azt hiszem, ebben tökéletesen igazava. Akkor pedig az embereknek nincs szüksége senki másra, nem igaz? Hát, ez eléggé természetes. Mindig arról álmodoztam, hogy egy szép napon megtalálom a tökéletes partnert, és abba hagyhatom a keresgélést. Ezt nevezik monogámiának. Az aurórán nem létezik ilyesmi, de más világokon igen. Ugye a földön is van monogámia, Mr. Béli? Elméletileg igen. Nos, én erre vágyom. Évek óta keresem az igazit. Amikor egyszer-egyszer megpróbálkoztam a szexsel, mindig éreztem, hogy hiányzik valami. Aztán találkoztam dr. Vaziliával, és ő elmondta nekem, tudja, az emberek általában bizalmas viszonyba kerülnek a divattervezőjükkel, mert az ilyen munka, és most következik a dolog valóban bizalmas része. Folytassa. Gremionis megnedvesítette az ajkát. Ha nyilvánosságra kerül az, amit most mondok, nekem végem akkor doktor Vazília mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ne kapjak több megbízást. Még egyszer kérdem, biztos, hogy a kérdésének köze van az ügyhöz? Teljes meggyőződéssel mondom, Mr. Gramionis, hogy roppant fontos lehet a válasza. Hát akkor, folytatta Gramionis nem nagy meggyőződéssel, az a helyzet, hogy abból, amit doktor Vaziliától hallottam, az elejtett megjegyzéseiből arra következtettem, hogy a doktornő... Ekkor Gremionis már suttogóra fogta a hangját. Még szűz. Értem, felelte Béli halkan, és eszébe jutott, mennyire határozottan állította neki Vazília, hogy apja visszautasítása életre szóló lelki traumát okozott. Kezdte megérteni, miért gyűlöli Vazília annyira az apját. Ez a tény aztán felizgatott. Felmerült annak a lehetősége, hogy valaki végre csak az enyém lesz, és neki nem lesz más férfi az életében, csak én. El sem tudom magának mondani, milyen sokat jelentett nekem ez a remény. Ettől csodálatosan szépnek láttam őt. Tehát felajánlkozott neki? Igen. Méghozzá többször is, és nem csüggett el, amikor dr. Vazília újra és újra visszautasította magát. Ezzel lényegében csak a feltételezésemet erősítette, így tovább fokozta a buzgalmamat. A kudarcok még izgalmasabbá tették a számomra. Nem tudom pontosan megmagyarázni, mit éreztem, és nem is várom el magától, hogy megértse. Megértem, Mr. Gramionis. Mégis eljött az az idő, amikor nem ajánlkozott fel többé dr. Vazíliának. Hát igen. És akkor Glidjával kezdett próbálkozni. Igen. Többször is ajánlatot tett neki. Igen. Miért? Mi volt az oka a váltásnak? Dr. Vazília végül is egyértelműen a tudomásomra hozta, hogy nincs esélyem. Akkor jött Glédia, aki hasonlított dr. Vazíliára, és ennyi volt az egész. De Glédia nem szűz, mondta Béli. A szolárián házasságban élt, és tudtommal az Aurorán is eléggé buzgón kísérletezett. Ezt én is tudtam, de aztán abba hagyta tudja, ő szoláriainak született, ezért sohasem értette meg igazán az aurórai szokásokat. Azért hagyta abba a szexet, mert nem híva az úgynevezett szabad szerelemnek. Ezt ő mondta magának? Igen, a szolárián a monogámia dívi. Glédiának boldogtalan volt a házassága, de tiszteletben tartotta a szoláriai szokást. Később nálunk is hiába próbálkozott, sohasem tudta élvezni az aurórai szexet. Én is monogám kapcsolatra vágytam. Érti? Értem, de egyáltalán hogyan tudott a közelébe férkőzni? Egyszerűen felkerestem őt. A hipervízión beszámoltak az aurórára való megérkezéséről. Ő volt a romantikus szoláriai menekült, és abban a hipervíziós drámában is szerepelt. Igen, igen, de volt azért ott még más valami is. Nem tudom, mire gondol. Na, hadd találgassak. Nem volt egy olyan pillanat, amikor dr. Vazília egyszer s mindenkorra visszautasította, de ugyanakkor valaki mást javasolt saját maga helyett? Gremionis haragosan felkiáltott. – Ezt is dr. Vaziliától tudja? – Nem mesélt el a részleteket, de azt hiszem tisztában vagyok azzal, mi történt. Nem említette dr. Vazilia, hogy jól tenné, ha felkeresné az új jövevényt, az ifjú szoláriai hölgyet, aki dr. Fasztolf védelmét és támogatását élvezi? Ön is tudja, hogy dr. Fasztolf dr. Vazilia apja. Nem mondta dr. Vazilia, hogy általános vélekedés szerint Glédia nagyon hasonlít csak éppen fiatalabb és kedvesebb. Egy szóval nem bátorította magát arra, hogy ő helyette inkább Glédiára irányítsa a figyelmét? Grem szemmel láthatóan kínosan érezte magát. Bélire villantotta a szemét, aztán gyorsan másfelé nézett. Béli először látott félelmet egy űrlakó szemébe, vagy talán csak a nyomozó zsenialitásán ámult el Grem Béli finoman megcsóválta a fejét. Nem szabad elbíznia magát most, hogy sikerült bámulatba ejtenie egy űrlakót. Az árthat az objektivitásának. Nos, igazam van? Abban a hipervíziós műsorban nem túloztak, mondta gremiónis megadóan. Maga gondolatolvasó? Én csak kérdéseket teszek fel, felelte Béli nyugodtan. Maga pedig nem adott egyenes választ. Így van? Nem egészen úgy történt, nem ilyen egyszerűen. Dr. Vazilia valóban beszélt Glédiáról, de... Gremionis az ajkába harapott, majd folytatta. Végül mégiscsak úgy lett, ahogy az előbb mondta, Nagyjából úgy történt, ahogy leírta. És maga nem csalódott? Tényleg úgy látta, hogy Glédia hasonlít Dr. Vaziliára? Gremionisznak felcsillant a szeme. Bizonyos értelemben igen, de nem mindenben. Állítsa őket egymás mellé, és látni fogja a különbséget. Glédia finomabb, kecsesebb, jobban ért a örömszerzéshez. Azt követően, hogy megismerte Glédiát, tett még ajánlatot Dr. Vaziliának? Ne vicceljen! Eszembe se jutott. Glédiának viszont felajánlkozott? Igen. És ő elutasította magát? Igen, de meg kell értenie. Mind a ketten biztosra akartunk menni. Képzelje csak, mekkora hibát követtem volna el, ha nyomást gyakorlok Dr. Vaziliára annak érdekében, hogy fogadja el az ajánlatomat. Glédia sem akarja elkönyönnyel műsködni a dolgot, és nem is hibáztatom ezért. Maga szerint viszont Glédia nem hibázna, ha elfogadná a elkozását, ezért aztán újra és újra megkörnyékezi. Gremionis egy darabig kifejezéstelen tekintettel bámulta Bélit, aztán, mintha megborzongott volna. Úgy bigyeztette le az alsó ajkát, mint egy durcás kisgyerek. Maga bántóan fogalmaz. Bocsásson meg, nem sértésnek szántam. Kérem, válaszoljon a kérdésemre. Már megtettem. Hányszor ajánlkozott föl neki? Nem számoltam. Négyszer, vagy ötször. Talán többször is. És ő mindig visszautasította az ajánlatot? Igen, máskülönben nem kellett volna újra próbálkoznom. És dühösen utasította vissza? Ó, oh, oh, nem. Glédia nem olyan. Mindig nagyon kedves volt. Ezen felbuzdulva aztán maga másoknak is felajálkozott? Mit beszél? Glédia visszautasította. Erre maga úgy is reagálhatott, hogy felajálkozott valaki másnak. Miért ne tette volna? Ha egyszer Glédia nem akarja... Nem, nekem nem kell senki más. Mit gondolt, miért van ez így? Gremionis ingerülten válaszolt. – Honnan tudja, miért van így? Én egyszerűen Glédiát akarom. Ez egyfajta őrület, bár szerintem az őrület legkellemesebb fajtája. Akkor lennék csak igazán őrült, ha nem élvezném ezt a szenvedét, de magától nem is várom el, hogy megértse ezt. – És Glédiának megpróbálta megmagyarázni? Ő talán megérteni? – Soha, csak elszomorítanám vele. Zavarba hoznám. – Ilyen dolgokra nem szokás beszélni. Azt hiszem, el kellene mennem egy mentológushoz. – Nem próbálta még? – Még nem. – Miért nem? Gremionis felvonta a szemöldökét. – Maga mindig a legott kérdéseket teszi föl földlakó. – Hát talán épp azért, mert földlakó vagyok. Nem tudok másképpen kérdezni. Ráadásul nyomozó is vagyok, és tudnom kell a választ ezekre a kérdésekre. – Szóval miért nem fordult mentológushoz? – Meglepő módon Gremionis felnevetett. Hát <laughs> már mondtam, azért, mert gyógyultan őrültebb lennék, mint betegen. Még ha Glédia vissza is utasít, szívesebben vagyok vele, mint bárki mással, aki elfogadná az ajánlatomat. Képzelje el, hogy elmegy a józan esze, és maga azt akarja, hogy ne is jöjjön meg. Ilyen esetben egy mentológus a legszigorúbb gyógykezelést írná elő. Béli elgondolkodott, aztán megkérdezte. Mit gondol, dr. Vazilia ért a mentológiához? Ő jól ért a robotikához, és azt mondják, a robotika tudománya áll a legközelebb a mentológiához. Ha valaki tudja, hogyan működik egy robot, az emberi agy működéséről is van némi fogalma. Legalábbis így szokták mondani. Maga szerint Vazilia tudja, milyen különös érzelmeket táplál Glédia iránt. Gremionis visszahőköd. Sohasem beszéltem neki erről, legalábbis nem ilyen részletesen. Nem lehet, hogy ő kérdezés nélkül is ismeri a maga érzéseit. Tudja, hogy maga többször is felajánlkozott Glédiának? Hát, meg szokta kérdezni, hogyan állnak a dolgai. Elvégre régóta ismerjük egymást. Elszoktam neki mesélni egyet mást, de bizalmas dolgokról nem beszélek előtte. Biztos ebben? Ő nyilván arra bátorította magát, hogy próbálkozzon tovább. Most, hogy mondja, mintha a más színben kezdeném látni az egészet. Nem tudom, miért. Talán a kérdései változtatták meg a véleményemet. Minden esetre most úgy tűnik nekem, mintha Dr. Vazília tényleg bátorított volna a további próbálkozásra. Aktívan támogatott. Jóniszon látszott, hogy nagyon meg van zavarodva. Eddig ez soha nem jutott az eszembe. Soha se gondoltam még bele. Mit gondol, miért buzdította magát arra, hogy újra és újra ajánlatot tegyen Glédiának? Gremionis búsan összeráncolta a szemöldökét, és a bajuszához emelte a kezét. Gondolom, van, aki ezt úgy magyarázná, hogy dr. Vazília meg akart szabadulni tőlem. Biztos akart lenni abban, hogy nem zaklatom tovább. Rám nézve nem valami hízelgő, ha így volt, Doktor Vazília ekkor már barátságtalanul viselkedett? Egyáltalán nem. Sőt, ha lehet, még barátságosabb volt, mint korábban. Nem adott magának tanácsokat, hogy sikeresebb lehessen? Nem javasolta például, hogy mutasson érdeklődést Glédia munkája iránt? Szükségtelen lett volna. Az én munkám nagyon hasonlít Glédiájéhoz. Igaz, hogy amíg ő robotokkal dolgozik, nekem emberi lények a kuncsapjaim. De mind a ketten tervezők vagyunk, művészek. Tudja, eléggé rokon a két szakma. Néha még segítünk is egymásnak. Attól eltekintve, hogy én újra és újra felajálkozom neki, ő pedig állandóan visszautasít, jó barátok vagyunk. És ha belegondol, ez nem kis dolog. És azt sem javasolta dr. Vazília, hogy tanúsítson nagyobb érdeklődés dr. Fasztov tevékenysége iránt? Miért javasolt volna ilyet? Semmit sem tudok dr. Fasztov munkájáról. Glédiát viszont érdekelheti, mivel foglalkozik a jótevője, és maga ezzel a trükkel talán elnyerte volna Glédia kegyeit. Gremioniszt tágra mereztette a szemét. Energikusan felpattant a székről, Átsietett a szoba másik végébe, aztán visszajött és megállt Béli előtt. – Na ide figyeljen! – förmett rá a nyomozóra. – Nem én vagyok a legnagyobb zseni ezen a bolygón, de azért ne nézzen teljesen hülyének. Tudom, hova akar kijukadni. – Csak ugyan? – Minden kérdése ugyanazt a cél szolgálja. Addig csűri csavarja a dolgot, míg ki nem mondatja velem, hogy doktor Vazília elérte, hogy szerelembe essek. Ez a... Egy pillanatra meglepetten elhallgatott, ez a szerelmes vagyok, mint a történelmi regények szereplői. Gremion is csodálkozó arccal eltűnődött saját szavai értelmén, aztán visszatért a haragja. Be akarja beszélni nekem, hogy Vazília csak azért kergetett szerelembe, hogy rajtam keresztül megtudja dr. Fasztoftól, miként lehet működésképtelenni tenni Jander robotot. Maga szerint nem ez az igazság? Nem bizony, kiáltotta Gremionis. Én semmit sem tudok a robotikáról. Semmit. A legalaposabb magyarázatból se értek meg egy szót sem. És azt hiszem, Glédia is így van ezzel. Különben senkitől se kérdezősködtem a robotikáról, és soha senki nem beszélt nekem erről. Se dr. Fasztolf, sem ás. Senki sem javasolta, hogy foglalkozzak ezzel a tudományjal. Dr. Vazília sem mondott ilyet. Ez az egész rohadt elmélet egy nagy tévedés. Széttárta a karjait. Egy nagy tévedés! Felejtse el! Gramionis visszaült a helyére, karba tette a kezét, és olyan erősen összepréselte az ajkait, hogy apró bajusza egészen felborzolódott. Méli felnézett a halk, kellemes és változatos dallamot zümmögő, félig szétnyílt narancsra, mely igézően lebegett egy félkörív mentén, miközben diszkréten változtatta színeit. Ha meg is rázta őt Gremionis érzelem kitörése, nem adta jelét annak, hogy veszített volna a lendületéből. Értem, mit mond, de attól még gyakran meglátogathatja Glédiát, vagy talán nem? De igen. Glédia nem sértődik meg azon, hogy maga újra és újra felajánlkozik neki, és magát nem sérti az ismétlődő visszautasítása? Gremionis vállat volt. Én udvarias hangnemben teszem meg az ajánlataimat, ő pedig gyengéden szokott elutasítani. Mi okunk lenne megsértődni? De mit csinálnak, amikor együtt vannak? Szexről nyilván szó sem lehet, és a robotikáról sem tudnak beszélni. Akkor mivel töltik az időt? Miért? A szexen és a robotikán kívül más alapja nem lehet két ember kapcsolatának? Sok mindent csinálunk együtt. Először is beszélgetünk. Nagyon érdekli őt az auróra, és hosszú órákon keresztül szoktam mesélni neki erről a világról. Tudja, még csak nagyon keveset látott belőle. Ő pedig a szoláriairól szokott nekem beszélni. Pokoli lehet ott az élet. Akkor már ne vegyes értésnek, de inkább laknék a földön. Aztán én néhai férjét is szoktam emlegetni. Szörnyű pasas lehetett. Szegény Glédiának nagyon nehéz volt az élete. Koncertekre járunk, elvittem néhányszor a művészeti intézetbe, és dolgozni is szoktunk együtt, de ezt már mondtam magának. Megbíráljuk egymás tervét, őszintén szólva nem hiszem, hogy hálás feladat robotokkal foglalkozni, de persze mindenki másképp látja a dolgokat. Ha már itt tartunk, nekem úgy tűnt, Glédiát mulattatta, amikor elmagyaráztam neki, mennyire fontos a jól vágott haj. Tudja, az ő hajviselete is hagy némi kívánni valót maga után, egyébként a leggyakrabban sétálni megyünk. Sétálni? Hova? Csak úgy, határozott úti cél nélkül. Ő így szokta meg a szolárián. Maga járt már ott? Ja, persze, bocsásson meg. Szóval azon a bolygón alig él néhány ember, hatalmas birtokaik vannak, és rengeteg robot szolgálja őket. Az ember mérföldeket sétálhat anélkül, hogy bárkivel is találkozna, és Glédia azt mondja, Olyankor úgy érzi, mintha az övé lenne az egész bolygó. Persze a robotok azért ott vannak, figyelnek és vigyáznak az emberekre, de természetesen észrevétlenek maradnak. Glédia itt az aurórán hiányolja a világ birtoklásának az illúzióját. Úgy érti, Glédia birtokolni szeretné a világot? Kélyes hatalomvágyra gondol. <laughs> Glédia esetében? Ah, őrültség! Ő csak arra utalt, hogy hiányzik neki az egyedül lét a természettel. Én nem egészen értem, mit jelent ez, de szeretek örömet szerezni neki. Persze az aurórán senki sem érezheti magát ugyanúgy, mint a szolárián. Nálunk, főleg itt, Eosz város közelében, sok emberrel lehet találkozni, és a robotok nem kapnak olyan utasítást, hogy maradjanak észrevétlenek. Mi több, az auróraiak általában együtt szoktak sétálni a robotjaikkal. Én azért ismerek egy-két kellemes és megfelelően elhagyott útvonalat, és Glédia élvezi ezeket a sétákat. És maga? Én csak azt élvezem olyankor, hogy Glédiával lehetek. Az auroraiak túlnyomó többsége szeret sétálni, be kell vallanom, én nem tartozom közéjük. Kezdetben ágáltak is az izmaim a terhelés ellen, és Vazília nevetett. Ezek szerint ő tudta, hogy maguk sétálni járnak? Égem, Egyszer sántikával mentem be hozzá, és ropogtak a csontjaim. Meg kellett magyaráznom az okát. Vazília nevetett rajtam, és azt mondta, A séta jó ötlet, mert glédiát talán úgy lehet a legjobban megnyerni, hogy sétálni megy vele az ember. Csak így tovább, biztatott Vazília. Nem kell több ajánlatot tennie neki. Ő maga fog felajálkozni. Nos nem így történt, én viszont ennek ellenére nagyon megkedveltem a sétákat nek úgy tűnt, Gremionis egészen elfelejtette már az előbbi dükitörését, és tökéletesen nyugodt volt. Talán eszébe jutott a séták hangulata, gondolta a nyomozó. Gremionisnak halvány mosolyult az arcán. Szeretetre méltónak és sebezhetőnek látszott. Ki tudja, melyik sétájukra, melyik beszélgetésükre gondol. Béli majdnem elmosolyodott erre a gondolatra. Tehát Vazília azt is tudta, hogy maguk folytatták a sétákat? Gondolom, igen. Szerdán és szombaton általában szabad napot kértem, mert Glédiának ezek a napok feleltek meg. Vazília néha még viccelődött is az SS sétáimmal kapcsolatban, amikor bevittem neki egy-egy vázlatot. Ő sohasem tartott magukkal? Persze, hogy nem. Béli fészkelődött a székében, és elgondolkozva nézegette az újja hegyét. Gondolom, a robotok azért elkísérték magukat. Hogy ne? Az egyik kísérőt én adtam, a másikat ő. De a robotok eléggé visszahúzódtak. Nem lábatlankodtak körülöttünk, ahogyan Glédia szerint az aurórai robotok szoktak. Neki szoláriai magányra volt szüksége. Megtettem neki ezt a szívességet, már eleinte szabályosan begörcsölt a nyakam, annyit nyújtogattam, hogy lássam, megvan-e még Brundi. És Glédiát melyik robot szokta elkísérni? Nem mindig ugyanaz, de az, amelyik velünk jött, mindig nagy távolságot tartott tőlünk. Nem átmódomban módonban szót váltani vele. És Jander? Grammy mindjárt elromlott a hangulata. Mi van vele? kérdezte Magorván. Ő sohasem kísérte el magukat? Maga biztosan felfigyelt volna rá. Persze, észrevettem volna, ha egy emberformájú robot jön velünk, de ő nem kísért el. Egyszer sem. Biztos ebben? Tökéletesen, felelte Gremionis komoran. Azt hiszem, Glédia túl értékesnek tartotta őt ahhoz, hogy olyan feladatokkal bízza meg, amelyeket bármelyik közönséges robot is el tud végezni. Ezt most elég bosszúsan mondta, talán ebben nem értett egyet Glédiával? Az ő robotja volt, én nem foglalkoztam ezzel. És Glédiánál járva sem látta soha Jandert? Nem. Glédia beszélt róla valaha? Tett róla említést? Nem emlékszem ilyesmire. Nem furcsálta, hát, hogy hallgat a humanoid robotjáról? Gremionis megrázta a fejét. Nem, miért kellett volna robotokról beszélgetnünk? Béli komoralcar figyelte az űrlakot. Tudott arról, hogy Glédiának és Jandernek viszonya volt egymással? Azt akarja mondani, hogy szexuális kapcsolatban voltak. Meglepné, ha ezt állítanám? kérdezte vissza Béli. Előfordul az ilyesmi, válaszolta Gremionis közönösen. Nincs ebben semmi szokatlan. Az ember néha ilyen célra is felhasználhat egy robotot, ha éppen kedve tartja. Egy ember robot pedig úgy tudom teljesen olyan, mint egy ember. Teljesen, felelte Béli, és a megfelelő kézmozdulattal kísérte a választ. Gremionisnak legörbült az ajka. Szóval ez esetben egy nő nehezen tud ellenállni a kísértésnek. Magának bezzeg ellen tudott állni. Nem zavarja, hogy többre tartott magánál egy robotot? Kezdjük azzal, hogy talán nem is igaz, amit mond de még ha így is lenne, az sem zavarna. Egy robot, az csak egy robot. Ha egy nő vagy egy férfi robottal szeretkezik, akkor tulajdonképpen csak maszturbál. Mr. Gramionis, maga tényleg nem tudott Glédia és Jender kapcsolatáról? Nem is gyanította soha? Soha nem gondoltam rá, állította Gramionis. De biztos, hogy nem tudta, vagy tudta, csak nem gondolt rá. Már megint erőszakoskodik, mondta Gremionis Mogorván. Mit akar tőlem hallani? Ha visszagondolok, most, miután bogarat tett a fülemben, úgy emlékszem, talán megfordult a fejembe ilyesmi. De úgy van, ahogy mondtam, mielőtt maga faggatni kezdett volna, nem számoltam ezzel a lehetőséggel. Biztos ebben? Igen, biztos vagyok benne. Ne bosszantson már. Nem bosszantani akarom, csak arra vagyok kíváncsi, lehetséges -e, hogy maga tudott Glédia és Jander rendszeres szexuális érintkezéséről? Talán tudta, hogy amíg ez így van, Glédia sohasem fogja elfogadni magát szeretőnek. Talán ez annyira zavarta, hogy semmi sem tarthatta vissza Jander likvidálásától. Egy szóval, az a kérdés, lehetséges -e, hogy maga annyira féltékeny volt abban a pillanatban, mintha egy perceken át összeszorított rugó pattant volna vissza eredeti helyzetébe, Gremionis artikulátlan üvöltéssel Bélire vetette magát. Bélit teljesen váratlanul érte a támadást. Ösztönösen hátradőlt, mire a széke felborult. Rögtön erős karok ragadták meg. Érezte, hogy felemelik őt, és megigazítják a székét. Rájött, hogy egy robot tartja a karjai között. Milyen könnyű megfeledkezni a jelenlétükről, amikor némán mozdulatlanul áldogálnak a fal mélyedéseikben. De nem Déniel, és még csak nem is Zsizkár sietett a segítségére. Gremionis robotja, Brundi volt az. Remélem nem esett baja, uram, mondta Brundi természetellenes hangon. Hol lehet Dénjel és Zsizkár? Bélinek egy pillanatig sem kellett várakoznia a válaszra. Kiderült, hogy a robotok gyorsan, ügyesen felosztották egymás közt a teendőket. Dénjel és Zsiszkár azonnal felismerték, hogy egy felborult szék kevesebb kár tehet a nyomozóban, mint a feldühödött Gremionis, ezért a házigazdára vetették magukat. Brundi látta, hogy ott nincs szükség rá, ezért ő a vendégről gondoskodott. Gremionis zihálva állt a két robot óvatos, de határozott szorításában. Teljesen harcképtelenné tették. Amikor megszólalt, alig volt erősebb a hangja bágyat suttogásnál. – Engedjetek el, most már tudok uralkodni magamon. – Igen, uram, – mondta Zsiszkár. – Hogy nem, Mr. Gramionis? – felelte Déniel szinte nyájasan. A robotok elengedték ugyanaz űrlakót, de egy ideig nem tágítottak mellőle. Gramionis jobbra-balra tekingetett, megigazította a ruháját, aztán óvatosan leült egy székre. – még mindig gyorsabban szedte a levegőt, és kócos volt egy kicsit. Béli a széke mellett áldogált, és egyik kezével az ülő alkalmatosság hátlapjára támaszkodott. – Bocsásson meg, Mr. Béli, amiért elvesztettem az önuralmamat – szabadkozott Gremionis. – Még egyszer sem fordult elő velem ilyesmi, mióta felnőtt ember vagyok. De maga féltékenységgel vádolt. Ezt a szót egyetlen tisztességes aurórai polgár sem ejti ki a száján. Elfelejtettem, hogy maga földlakó. Ezt a szót mi csak történelmi regényekből ismerjük, és általában a könyvekben is idéző jellel használják. Persze belátom, hogy a maga világán nem így szokás. Én is elnézést kérek, Mr. Gramionis, mondta Béli komolyan. Megint megfeledkeztem az aurórai szokásokról, és ez okozta a bajt. Biztosíthatom, nem fogok még egyszer ilyen hibát elkövetni. Leült, aztán még hozzátette. Nem tudom, maradt-e még valami megbeszélni valónk? Gremionis a jelek szerint nem is hallotta, mit beszél hozzá a földlakó. Amikor kisgyerek voltam, mesélte, néha lögdösödtünk a társaimmal, és a robotok persze csak bizonyos idő elteltével választottak szét bennünket. Engedelmeddel, Iláj kollégám, megmagyarázom a dolgot, szólt közbe Déniel. Egyértelműen megállapították, hogy a kisgyermekkori agresszió teljes visszafolytása nem kívánatos következményekkel jár. Megengedik, sőt, még ösztönzik is a gyerekek fizikai versengéssel összekötött játékait egy bizonyos határig, feltéve, hogy ezek a játékok nem okoznak komoly sérülést. A gyerekekre vigyázó robotokat úgy programozzák, hogy érzékeljék az esetleges bántalom mértékét. Engem például nem programoztak így, ezért csak rendkívüli esetekben ideiglenesen láthatnék el gyermekgondozói feladatokat. Ugyanez vonatkozik Zsiszkárra is. Gondolom, kamaszkorban aztán mindenkinek fel kell hagynia az agresszív viselkedéssel, mondta Béli. Fokozatosan, felelte Dénie, ahogy az illető egyre nagyobb kárt tehetne másokban, és egyre nagyobb szüksége van az önuralomra. Mire középiskolába kerültem, magyarázta a Jónisz, a többi auróraihoz hasonlóan én is tudtam már, hogy ezentúl minden versengésnek az alapja az ízbeli képességek és a tehetség összemérése. – És a fizikai képességeket nem sorolja ide? – kérdezte Béli. – De igen, csak hogy nem szabad lehetőséget hagyni, hogy valaki fizikai összetűzése törekedjen. – És maga kamaszkora óta… Kamaszkorom óta senkit sem támadtam meg, ez csak természetes. Persze sokszor éreztem kísértést, azt hiszem minden normális ember így van ezzel, de egészen addig a percig képes voltam uralkodni magamon. Viszont az is igaz, hogy most először nevezett valaki olyannak. Hogy sem lenne értelme megtámadni valakit, amikor a robotok megakadályozzák az erőszakot, mondta Béli. Gondolom, mind a támadó, mind az áldozat robotjai állandóan ott vannak a közelben. – Természetesen. Ez csak egyet több ok arra, hogy szégyeljem magam, amiért elvesztettem a fejem. Remélem, ez az epizód nem kap majd helyet a jelentésébe. – Biztosíthatom, senkinek sem fogok róla beszélni. Ennek valóban semmi köze az ügyhöz. – Köszönöm. Azt mondta az előbb, hogy a beszélgetés végére értünk. – Azt hiszem, nincs több mondani való. – Akkor megteszi azt, amire kértem. – Mire kért? mondja meg Glédiának, hogy nekem semmi közöm Jander tételéhez. Béli habozott. Meg fogom mondani, hogy ez a véleményem. Ennél azért többet mondjon, kérlelte Gremionis. Azt akarom, hogy Glédia teljesen biztos legyen az ártatlanságomban. Most, hogy tudomást szereztem a kettejük szexuális kapcsolatáról, még fontosabbnak tartom ennek a hangsúlyozását. Nem tudnám elviselni, hogy Glédia szóval, hogy azt feltételezze róla. Kitelik tőle, hiszen a szolárián nőtt fel. Meg lehet, mondta Béli elgondolkodva. Nézze, én semmit se tudok a robotokról, hadarta Grammy nagy komolyan. És senki, se doktor Vazília, se más, nem mondott semmit róluk a működésükről. Egyszerűen nem állt volna módonban tönkretenni Jandert. Béli egy darabig gondolataiba mélyet, majd érezhetően vonakodva felelte. Nem tudok hinni magának, de nem áll még a rendelkezésemre elegendő információ ahhoz, hogy bizonyos legyek az ártatlanságában. Nem akarom megsérteni, de lehetséges, hogy vagy maga, vagy dr. Vazília nem mond igazat. És az sem lehetetlen, hogy mind a ketten hazudnak. Meglepően keveset tudok az auróraiak intim ügyeiről, és talán egyesek a bolondját járatják velem. Mégis hinnem kell magának. Ennek ellenére annyit tehetek, csak az érdekében, hogy megmondom Glédiának. Szerintem maga ártatlan. Hozzá kell tennem, hogy szerintem. Biztosra veszem, hogy ő beéri majd ennyivel. Gremi Jónisz lehangoltan vette tudomásul a tényt. Akkor ebbe nekem is bele kell nyugodnom. De ha számít magának valamit egy aurórai polgárbecsülete, akkor becsületszavamra mondom, hogy ártatlan vagyok. Péli halványon elmosolyodott. Álmomban sem merném kétségbe vonni a becsület szavát, de arra tanítottak, hogy kizárólag objektív bizonyítékokat vegyek figyelembe. Felállt egy pillanatig komoly tekintettel most rá a Gremionist, aztán megszólalt. Kérem, ne értse félre a kérdésemet, Mr. Gremionis. Jól látom, hogy azért akarja meggyőzni Glédiát, mert vissza akarja szerezni a barátságát? Nagyon szeretném, ha sikerülne, Mr. Béli. És alkalomattán újra fel akar ajánlkozni neki? Gremionis elvörösödött, aztán nyelt egy nagyot. Igen. Akkor engedje meg, uram, hogy adjak egy jó tanácsot. Ne tegye. Ezt nyugodtan megtarthatta volna magának, sohasem fogok lemondani Glédiáról. Én úgy értettem, ne a szokásos, formális módon próbálkozzon. Mi lenne, ha egyszerűen csak... Billy elfordította az arcát, mert megmagyarázhatatlan módon zavarba jött attól, amit mondott. Ha egyszerűen csak átülelni és megcsókolná. Nem, mondta Gremionis komolyan. Azt egy aurórai nő nem tudná elviselni, és egy aurórai férfi sem. Mr. Gremionis, miért felejti el, hogy Glédia nem aurórai? A szoláriaiaknak más szokások van, és más hagyományaik is vannak. Én a maga helyében megpróbálnám. Béli nyugodt tekintetet nem árulta el azt a haragot, amelyet a nyomozó saját maga iránt érzett. Kinek ki ez a Gremionis? Miért látja el őt, ezt az űrlakót ilyen tanácsokkal? És miért valaki mást próbál rávenni arra, amit ő is annyira szeretne megtenni?